Jó napot kívánok! Kollégák, mielőtt kezdem a mai órát, azt szeretném egy pár percig megbeszélni önökkel, vagy nagyon röviden. Ugye ez volt az egyik ábra, amit az első órán kivetítettem. Ezzel kapcsolatban, akkor ugye látják, hogy van több feladat. Ezek a feladatok, egyrészt az EH-nak a teljesítése. Itt látjuk az EH időpontot, ez a második EH az április 29-én lesz. Közte itt lesz egy szünet, és ugye lesz egy iskolai szünet, úgyhogy ha lehet, akkor használják ki majd részben tanulásra is. Hogy hogyan lehet ebből tanulni? Hát röviden csak annyit mondok, hogy van ez az oldal, ez az unio.hu per users per kutor. Ott fönn van minden anyag, amit én úgy gondolom, hogy közre tudok bocsátani. PPT-ken kívül a videók is, a kollégáktól megkapom, ami készül, azokat is feltöltöm, és akkor, ha akarja, valaki belenéz. Leginkább a kérdéssorokat érdemes végignézni, azt a felkészülésegítő kérdéssort, és hogyha arra tudják a választ, akkor megvan a fél év. Az EH-kon kívül ugye van a két esszé. A két esszével kapcsolatban, ami segédanyagot tudtam, föltettem szintén erre az oldalra. Ezeket, akinek amilyen téma jutott, mindegyikhez szándékom szerint van egy minta, amit le lehet onnét szedni, és azt a mintát kell kitölteni. Na most, tudva azt, hogy nem egy egyszerű ez a feladat, mert olyan személyekről, vagy olyan cégekről, vagy olyan termékekről szeretnénk megtudni információt, amiben a Google nem segít nekünk igazán. Hiába gépeljük be a megfelelő keresőbe, nem találunk róla semmit. Mondhatnánk, akkor nem is érdekes. De mi úgy gondoljuk, hogy érdekes. Azért érdekes, mert ez a Google kultúra egy csak egy-két évtizedes legfeljebb, vagy még annyi se. És előtte is volt informatika, előtte is volt számítástechnika, kiváló emberek, kiváló alkotásokat hoztak létre, és úgy gondoljuk egy csapattal, hogy ezeket az alkotásokat meg kéne őriznünk. És most még meg lehet őket őrizni, úgyhogy ezért abba kérem az önök segítségét, hogy az az egy-egy téma, amit úgy szerencséje, kinek milyen volt a szerencséje, önöknek kiválasztottunk, azt a témát segítsen, legyen szíves, legjobb tudása szerint egy kicsit feldolgozni. Ígértem önöknek, hogy az egyik bónusz az lehet ebbe a segítő munkába, hogy az önök neve is bekerül ebbe a adattárba, mint az anyag kidolgozója. Föltettem a legfrissebb verziót ma délután az oldalra, ami meg is mutatom önöknek, hogy hol van. Oda megyek egy másodpercre. Ha valakibe bizonytalan, hogy mi a témája, akkor itt ebbe tud tájékozódni. Ez az az Excel fájl, ahol azt lehet látni, hogy kicsit kinagyítom nagyba, azt lehet látni, hogy itt vannak ugye a nevek, és a nevek mellé pedig két kategóriában, először önként vállalkozási módon, utána pedig aki nem vállalta, még adtam néhány témát, ide be vannak írva azok a témák, hogy ki min fog munkálkodni. Most ezekhez a kiválasztott vagy kiadott feladatokhoz, itt ahogy csak lehet, megadtuk azt, hogy kik azok az esetleges kontakt személyek, akitől élő személytől lehet kérdezni, ha már a Google nem segít. Itt szeretném elmondani azt a lehetőséget, kérem, ha lehet éljenek vele, hogy jövő héten, amikor az utolsó előadást tartom ebben a témakörben, akkor a gyakorlat az nem úgy lesz, mint ahogy eddig volt, hogy idehozom a csomó tárgyat, és akkor a tárgyakat meg lehet ismerni, hanem ezek a szakértő kollégák, akik a szakmának a nagyjai, ennek a szakmának a nagyjai, ha akarják, megnézik a velük készült interjúanyagokat, fönt vannak a webben szintén. Ha nem, akkor csak ide jönnek és majd segít kérdeznek tőlük. Ezek az urak, hölgyek ide fognak jönni jövő héten a gyakorlat időpontjára. És mindenki oda mehet beszélgetni velük, kérdezhet tőlük tanácsot, hogy hol érdemes elkezdeni, hol érdemes valamit keresgetni. Vagy kontaktszemét adnak ők továbbiakat. Itt vannak már most, amit tudtunk, beírtunk e-mail címeket, hogy kihez lehet fordulni. Most sem késő. Még jövő héten se lesz késő. Én sem nagyon-nagyon régen voltam diák, annyira nem régen, hogy elfelejtettem volna, hogy az ember sokszor a munkát a végére hagyja. De most már azt ne kell kezdeni vele foglalkozni, vagy a jövő után héten különösen el kell vele kezdeni foglalkozni, és hát ebben próbálunk segíteni, hogy ide jönnek ezek a szakértők, és legalább értelmes embertől lehet kérdezni, aki ebbe a szakmában mozgott egész életében, hogy hol érdemes kereskedni. Keresni. Emberekről, tárgyakról, intézményekről valamit. És remélem kapnak annyi támpontot, hogy az alapján a következő két hétben meg tudják csinálni, ami kell. Azt mondtam már ugye annak idején, hogy ezen a május 6-ai időpontban kell leadni magát az esszét. Azért, hogy egyenletes legyen a követelmény,
Már április 29-én az EH után kezdődnek a prezentációk. Erre fogok csinálni jövő hétre egy beosztást. Mindenki számíthat rá, hogy mikorra kerül sorra. Ezek rövid prezentációk lesznek, ahol a kidolgozott anyagot kell itt szóba előadni. Ezeket a kidolgozott anyagokat önök felvezetik. Szintén fogok hozzáadni útmutatót, hogy hogy célszerű készülni belőle. Tudom jól, hogy sok út vezet Rómába. Egy előadás sokféleképpen lehet jól megtartani, meg rosszul is lehet nagyon sokféleképpen megtartani. Én szeretném, hogyha a jó utak közül választanának egyet, és azt begyakorolnánk, és itt néhány percbe, 5-től 10 percig tarjad időtartamba, ezt majd jövétre megadom, hogy pont hány perc jut, abban az időtartamban kell önöknek ezt felvezetni. Ahogy az én előadásaimat ezt is fel fogom venni videóra, föltöltöm szintén erre az oldalra, hova az eddigi anyagokat szoktam, és ha valaki veszi a fáradtságot, akkor tanul a hibájából. Megnézi azt, hogy hogy csinálta, és ha úgy gondolja, hogy tök jó, akkor kész, akkor már csak fejlődni kell tovább. Ha meg azt mondja, volna, amin erősen javítani, akkor javít rajta. Megnézi, ha valaki igényli, én szívesen rászánom az időt, hogy személyesen is megkonzultálom a videót, ha valaki ezt kéri. Oda jön, belenézünk, és mondok róla a véleményt. Itt az órán is fogok azért véleményt mondani, röviden. Alapvetően nem lesújtót szeretnék, hanem felemelőt. Ha valaki nagyon lesújtót csinál, hát akkor az magára vessen, hogyha annyira rosszat csinál, de azért nem a célom megégetni itt az embereket. Meg fogom adni, hogy mi ez a formai elvárás, amit szeretnék, ha lehet, tartsák be. Próbálok jó példával előjárni. Az egyik ilyen dolog, amit szeretnék rögtön kiemelni itt, hogy szeretném, hogyha világos háttéren sötét betűkkel vetítenének. Mert az egy szinte tuti dolog, mert még hogyha világos lenne itt, akkor is lehetne látni. Az embert a képernyő elsodorja, sokszor azt gondolja, hogy jó kék alapon fehér betűkkel írni, általában nem jó. Lehet kivétel, de általában nem jó. És ezeknek a kellékeknek is ajta kell lenni, hogy mikor készült, meg ki csinálta, meg hol tartunk a diába. Ezért fogok adni egy útmutatót, meg kérem nézzék meg. És ebbe a klisébe kell beletenni a diákat, és ezt a klisét kell önöknek itt felvetíteni, a lehetőleg a legértelmesebben, egyszerűen, úgyhogy mi megértsük és élvezzük. Eddig jó néhány szó lezárult ez az óra, én nagy élvezettel szoktam ezeket nézni, mert a döntő többségük nagyon jó volt. Összeszedett, szépen átgondolt és jó. Első körben nem gondoltam, hogy ezeket feltöltöm a YouTube-ra, de valaki úgy gondolja, hogy annyira jót tartott, akkor nem zárkozom el, hogy azt is valahol az anyagok közé feltegyük, és ha valaki más épülni akar belőle, akkor hadd nézze meg az önök előadását. Ha ez egy TED előadás lenne, ami nyilván nem az, akkor az azt jelenti, hogy ez lenne az első próba, és még lenne 6 próba, mire eljutnánk oda, hogy az a néhány perc az jó legyen. Hát most erre nincs időnk, de azért érdemes ebbe belegondolni, és hát lehet akkor az elsőt is jó próbálják megcsinálni. Tehát jövő héten a gyakorlat időpontjában, az azt jelenti, hogy 7:30-kor itt lesznek a kollégák, itt a folyosón kiülünk különböző asztalokhoz, és akkor aki jöhet, kérdezhet tőlük, és amiben tudunk, segítünk. Semmi titkot nem titkolunk el, ami nincs titkunk. Ha ezeket a személyeket, gépeket, cégeket, valamit tudunk, összeszedünk, hogy közös erővel minél többet össze tudjunk erőgyűjteni. Hadd kérdezzem meg, van ezzel kapcsolatban valami kérdés? Röstelkedve mondom, hogy többen írtak nekem levelet, nagyságrendben legalább 10. Nem tudtam rá válaszolni, nem volt rá idő. Ha gondolják most az órán második részével, amikor a gyakorlat lesz, akkor rendelkezésre állok. Addig nem megyek el, ameddig meg nem válaszoltam a kérdést, ha valakinek van kérdése. Tehát kérdeztek ZH-val, meg kérdeztek ez az amaza, nem volt időm válaszolni, sajnos. Ha lesz időm, majd válaszol, eddig nem volt, lehet, hogy hamarabb megkérdezik itt tőlem a gyakorlatot. Na hát ennyit a szervezésről. Világos kollégák, hogy hogy néz ki? Ha 51 pontot összegyűjt valaki, akkor megvan a jegye. Ha nincs meg az 51 pontja, akkor baj van, mert a prezentációt, meg az eszéket nem lehet még egyszer beadni. Mivel köteles vagyok pótizét előírni, azt meg tudom tenni, hogy a elméleti részből lehet egy pótot írni a szolgálmi időszak első, vagy a vizsgai időszak első hetébe. De nyilván akkor csak azt a felét fogja pótolni, tehát ha valaki nem csinálta meg a többit, akkor akármit csinálunk, nem lesz jegye. Nyilván nem érdekem, és nagyon nem szeretném, hogyha küzdeni kellene, nem is küzdök, de hát a szintet meg tartanom ki, és a szint az, hogy a legalább a felét teljesíteni kell a követelményeknek, 50% fölött itt kell csinálni. Ha valakinek az első ZH-ja valamilyen okból nem annyira jól sikerült, akkor kérem a másodikba belehúzni, mert a második is 25 pontot ér, ami kicsit többet ér, mint maga a prezentáció, amit fognak tartani. És kicsit többet ér, mint maga az eszély, amit egy témába csinálnak, hogy érdemes beletenni az energiát. Na hát erről ennyit szerettem volna elmondani, és akkor most nézzünk bele, hogy mi a mai anyagunk. A mai anyagban arra gondoltam, hogy a
Múlt héten megbeszéltük nagy vonalakban, hogy a számítógépek, az elektronikus digitális számítógépek, azok milyen fő stádiumokon keresztül jutottak el nagyjából oda, ahol most tartunk. Az utóbbi időszakot nem nagyon taglaltam, több okból. Egyrészt már elég közel van, és erről lehet találni információt a mostani dolgokról. Másrészt pedig fontosabb talán az alapokat, a régi dolgokat jól ismerni, és utána arra majd a többit rá lehet építeni, hogyha akarják a közelmúltat. Mindenesetre annyit szeretnék még a régivel kapcsolatban elmondani, hogy a számítógépek, amelyek most manapság szinte kizárólagosan digitális elektronikus számítógépek, azok durván egy olyan 60 évre tekintenek vissza, és nagyjából 4 generációt futottak át. Ezek a generációk kis átfedésekkel működtek, azt most már tudjuk, hogy a generációkat az aktív elemek határozták meg alapvetően, tehát a legfontosabb generáció válaszvonal az a hozzátartozó aktív elem, amiből az erősítőt meg az áramkört építették, úgy, mint elektroncső, tranzisztor, integrált áramkör, mikroprocesszor. És most is itt tartunk, tehát most is a negyedik generációnál tartunk, bár annak idején ígértek egy ötödiket. Amikor az első stágyba egy áttekintést tartottam önöknek, és kértem önöket is, hogy nézzenek egy kicsit ebbe a témába utána, akkor gondolom többen utána néztek, hogy volt egy ilyen, hogy ötödik generációs számítógép program. Erről szeretnék most egy picit néhány mondattal többet elmondani, mint érdekességképpen. Különösen azzal az érdekességgel, hogy most érünk el oda. Most, sok-sok évvel később. Erről azt érdemes tudni, hogy amikor a japánok nagyon gondos megfontolások után ráálltak az integrált áramkör gyártásra, többek között ilyen tényezők játszottak szerepet, hogy viszonylag kevés alapanyag igény tartozik hozzá, nagy hozzáadott szellemi érték, nagy precizitás, és sok esetben még kreativitás is. Most ezek megvoltak náluk, és úgy gondolták, mint nemzeti erősség, a precizitás, a tökélyre való törekvés, a miniaturizálás, a nagyon tiszta munka, a nagyon kevés anyag felhasználás, ez nekik mind nagyon fontos tényező volt, hát ebbe az elektronika kiváló. Úgyhogy ők létrehoztak 71-81-ig egy úgynevezett VLSI programot, aminek az volt a lényege, hogy összefogtak nagy japán cégek, talán kormánycégek is, ezt most nem tudom pontosan, de nagy japán cégek, amelyek előre meghirdetett ütem szerint elmondták, hogy mikor, milyen kapacitású mikroprocesszort és milyen kapacitású memória csipet fognak a piacra ereszteni. Ezt előre publikálták 10 évre, és a világ azt tapasztalta, hogy ezek az ígéretek pontosan teljesültek. Tehát ahogy az ígéretnek megfelelően a 4K-s, meg a nem tudom hánykás dolgokat tervezték, csipeket, memóriába is, meg processzorba is, azokat lehetett kapni abban az időpontban a piacon. Ez a program véget ért 81-be. És akkor japánok arra gondoltak, hogy hát kéne egy másik nagy nemzeti programot csinálni, ami ilyen szépen fog működni szintén, mint a VLSI program, és ők azt találták ki, hogy az ötödik generáció számítógép programot hirdetik meg. Aminek az ígéretei között például az szerepelt, hogy a mesterséges intelligencia számítógépes alkalmazása vagy megvalósítása. És nem univerzális számítógépet építenek, hanem specializált számítógépet, és a kettő ötvözeteként ezekbe a speciális számítógépekbe egy-egy szakterülethez vonatkozva minden tudást beépítenek. Úgy gondolták, lesz egy ilyen tervezőgép, ami építészetbe segít, egy olyan, ami a vegyészetbe segít, és így tovább. Azt gondolták, hogy humanizált input-outputot fognak alkalmazni, tehát nem a hagyományos billentyűzet, vagy más szalagos, kártyás beviteli eszközt, hanem ahogy az ember társalogat másik emberrel, úgymond humanizált formában, beszéddel, vagy kézírással, vagy hanggal. Ezt mind bevállalták, hogy lesz majd beszédfelismerés, meg kézírás felismerés. És hát erre kidolgoztak egy programot, szintén 10 éves programot. Ezt a programot szintén fölbontották 3 fő fázisra. Az első fázis, ha jól emlékszem, egy 4 éves fázis volt, de lehet, hogy 3, nem tudom most pontosan. Ennek a fázisnak az volt a célkitűzése, hogy minden témában illő tudást az úgynevezett a tudomány szintje szerint a state of the art összegyűjtsék, és amikor ez a fázis lezajlott, akkor a következő fázisban, talán 3 éves fázisban
kidolgozzák a prototípust, tehát ennek a gépnek, ennek az ötödik generációs gépnek elkészítsék a prototípusát, és a felmaradó három évben, ami hátra maradt, pedig megszervezik a tömeggyártást. És azt gondolták, hogy a 10 év leteltével, amire úgy gondolták, hogy 91 lesz ez, amikor ez meg fog jelenni, 91-ben szériában gyártják az ötödik generáció számítógépeket, ami tudás alapú, a programozása az nem ilyen hagyományos, mint például a Fortranba, vagy a Cobolba, vagy a Algolba, vagy C-be történik majd, hanem úgynevezett deklaratív nyelvet alkalmaznak, ahol a tudáselemeket deklarálják, és ebből egy automatikus következtető gép fogja kigondolni az eredményt. Ennek a fontos nyelve lett volna a logikai programozás, az úgynevezett Prolog. És hát ezt az egész programot nyilvánosságra hozták. Érthető, hogy a világ ezt komolyan vette. Tehát nem azt mondta, hogy jó, hát ez egy ilyen szokásos informatikai blöff, amivel azért már találkoztunk a kezdetektől, ugyanis érdekességképpen elmondanám, hogy a számítógépek kezdetétől, amióta egyáltalán számítógépet akartak csinálni, mindig a legkomolyabb problémákat is meg akarták oldani számítógépek. Például onnan indult, hogy időjárás előjelzés. Tehát az első, legkisebb teljesítményű gépek, ami 1000-10000 műveletet végzett másodpercenként, annak az egyik nagy ilyen sajtó durranása az volt, hogy majd időjárást fognak vele előjelzni. Nagyman János is ebbe a témába utazott, és óriási cikkek készültek a Nagyman Jánosra, ugye kiváló matematikusként mindenki értette, hogy az időjárás modellekhez matematikai modellek tartoznak, mert abból lehetne kiszámolni, hogy milyen lesz az idő. És hát a Neumannak ez volt az egyik fő kutatási területe. Érdekességképpen megjegyzem itt, hogy múlt órán beszéltünk arról, hogy ennél az ENIAC-nál és az EDVAC-nál milyen hullámokat keltett az, hogy a minden bizonnyal a jó szándékkal Neumann János elkészítette ezt a vázlatos jelentést az EDVAC-ról, és megküldte a főnökeinek, akik azzal bízták meg, hogy tájékozódjon, hogy ez az automatikus számítási eszköz itt a Pennsylvania Egyetemen hogyan is áll. Ez miért volt nagyon fontos? Hát azért volt nagyon fontos, mert már nem lőelemet akartak számolni vele, hanem például atombombát. Meg olyan matematikai számításokat, amihez nagy pontosságú, gyors elektronikus számoló eszközre volt szükség. És mivel Neumann korábban megkapta a megbízást, hogy tájékozódjon ezen a téren, tájékozódott is, kiváló lehetőség volt, amikor megtudta, hogy a Pennsylvania Egyetemen egy ilyennel foglalkoznak. És amikor ezt megtapasztalta, mellesleg aktívan részt vett ennek az EDVAC-nak a megbeszéléseim, akkor írt egy jelentést a főnökének, ez hogy néz ki, mint vázlatos jelentés az EDVAC-ról. Csak éppen úgy hozta a sors, ebben lehet, hogy neki szerepe volt, hogy ez a jelentés, mint egy futótűz elterjedt. Mielőtt még a igazi jelentés elkészülhetett volna, ami sose készült el. Tehát a jelentés az EDVAC-ról nem készült el, csak a vázlatos jelentés az EDVAC-ról. És ennél a vázlatos jelentés az EDVAC-nál, című kiadványnál, ahol ő részletesen leírta, hogy milyen elemekből kell egy ilyen elektronikus eszköznek összeállni, és hogyan kell szervezni, hát ebbe ő elfelejtette, vagy úgy gondolta, hogy majd a később én, mert ezt nem tudom, nem derült ki eddig még sehonnét, tudomásom nekem, nem jutott tudomásomra, hogy miért nem hivatkozott senkire. Tehát nem írta be a hivatkozásoknál a Eckertet, meg a Mauchlyt, meg a többieket, akik az ENIAC-ot, meg az EDVAC-ot fejlesztették. Ebből nyilván óriási balhé lett, évtizedekig ható balhé, és hát ennek volt egy érdekes kinövése az, amit most szeretnék szintén megjegyezni, hogy amikor megjelent a Neumannal a cikk, hogy ő időjárás jelzéssel foglalkozó számítógépet fejleszt, hát akkor ez a hullámzás még tovább bonyolódott, ugyanis az Eckerték szintén ezzel foglalkoztak. Tehát ez a két szerzőpáros, aki az ENIAC-ot csinálta, nekik szintén ez volt az egyik fő ígéretük a világ felé, hogy majd időjárás előjelzésre használják a számítógépeket. Most utólag megmondva, vagy belegondolva, teljesen irreális volt ez az elvárás, ugyanis nem volt hozzá, se a matematikai modell nem volt meg hozzá, se a számítókapacitás nem volt meg hozzá. Most 2014-ben sincs meg még igazán hozzá. Tehát most, hogyha az ember fölmegy és megnézi akármelyik időjárás oldalt, akkor azért arra nem lehet mérget venni. Minél közelebb vagyunk hozzá, egyre jobb a becslés, minél távolabb vagyunk hozzá, annál rosszabb a becslés, mert szokták mondani, hogy néhány napos számlatást el lehetne végezni egész pontosan is mondjuk egy 5 napra előre, csak 5 nap számolási idő nem, 5 nap számolási idő nem elég hozzá. Tehát ezért az igazi nagy számítógépeket most is, Magyarországon is, amit talán Debrecen környékén üzemeltek be az egyik legnagyobb gépet a régióba, ott is az volt az újságíró, hogy időjárás jelzésre fogják használni. Nem csak időjárásra, beszédfelismerésre,
meg logikai programozásra, mindenféle szakértői rendszerre, meg tervgenerálásra, meg mindenre, amit ma is szeretnénk a számítógépet használni, azt annak idején is mind beígérték. Mert a problémát értették, sokakból ott volt a hurrá optimizmus, hogy azt meg lehet oldani, nem lehetett megoldani. Bizonyos szintig el lehetett jutni vele, ez a szint ez most van begyorsulóban, tehát most 2010-es évek tájékán van begyorsulóban, amikor egészen jó működő dolgokat lehet ezzel elérni. Egy szó mint száz, visszatérve az 5G-s programhoz, japánok is beígérték, hogy csinálnak egy ilyet. Beszédfelismerésen alapuló, gondolkodó gép, ami megadja a választ, hogyha megadom a tényeket. Na most hát ezt komolyan vették. Óriási izgalom támadt ebből. Erre az izgalomnak az lett a praktikus eredménye, hogy elsősorban Amerikába, de Európába is a nagy cégek karteleket hoztak létre, összefogásokat, mert kiderült, hogy egyedül nem győzik. Kivéve az ilyen nagyokat, mint az IBM, az nem szállt be a kartelbe, azt mondták, hogy ő majd megcsinálja egyedül. De a többiek, akik nem voltak ekkora gigászok, mint az Intel, ezek összeálltak, és létrehoztak ilyen klasztert, vagy ilyen összefogást, hogy majd ők ezzel az 5G-s programmal fognak versenyt vívni. Ugyanis abszolút világos volt mindenki előtt, hogyha az 5G-s program megvalósul, mint ahogy a 4G-s program megvalósult a japánoknál, vagy ez a VLSI program, hát ez olyan stratégia előnyt fog jelenteni a japánoknak, amit nem visel el a világ. Pontosabban a vezető hatalmak nem viselnek el. Ezért megszervezték ezeket a nagy intézeteket, ahol például Amerikában azt tűzték az ászlóra, hogy egy olyan gépet fognak tervezni, ami annyira képes tanulni, és annyi tudás van beleépítve, hogy be lehet iratni az elemi iskolába. Tehát egy olyan okos gépet építenek majd, ezt úgy tervezték, az volt a neve, hogy SAIC, CYC, SAIC, hogy majd ebbe beleviszik az összes olyan tudást, ami egy kisgyereknek kellene, hogy legyen, és amikor ezt belevitték, fölvértezik azzal a tanulási képessége, hogy majd belesen iratni az iskolába. És ha belet iratni az iskolába, akkor úgy, mint egy másik gyerek, majd tanul. Hát most azért, amikor 2014-ben belenézünk, akkor azt látjuk, hogy ez nem egészen így van azért. Tanulságos különben a szájk oldalára fölmenni, most is nagyon sok érdekesség van benne, de hát a fa nagyobb volt, mint amekkora fejszével mi ezt tudjuk hapsogatni. Tehát sokkal nagyobb volt a fa. Nyilván szeretnénk egy ilyet. Szeretnénk egy olyat, hogy öntaló gépet építsünk, ami majd nálunk gyorsabban és a felügyeletünk nélkül is tudja felszívni a tudást a világból. Minden bizonnyal sokan megérjük ezt, vagy sokan önök is megérik ezt, hogy ilyen legyen, ilyen öntanuló gép. Ennek most van a billenő pontja 2014 tájéka. Csak hát ez az ígéret azért túl nagy volt. Ezt nem tudták megcsinálni annak idején. És nem azért, mert blöfföltek, hanem szerintem túl nagy volt a hurrá optimizmus, hogy ezeket meg lehet csinálni. Mellesleg azt is kritikaként szokták fölhozni, hogy nem volt új aktív elem. Tehát nem találták ki a szupravezetős elektronikát, nem találták ki az optikai elektronikát, amivel hatékonyan lehet optikai processzort építeni, nem találták ki azt a sejtautomatát, ami tényleg biológiai elveken működő, önreprodukáló számítógép legyen, és még lehetne sorolni a kvantumon keresztül egy csomó olyat, ami azóta fölmerült, mint érdekes elv a számítástechnikába, ezeket egyiket se tudták megcsinálni. Ezért bizonyos szempont, most utólag mondhatjuk, ez egy bluff volt. Azért volt bluff, mert beígérték az ötödik generáció, de nem volt eleme az ötödik generációnak. Hanem egy olyan alkalmazás füzér volt, ami a negyedik generációsra, erre az elosztott mikroprocesszor alapú párhuzamos rendszerre épülően csinált valami nagyszerű dolgot. De nem volt ötödik generáció. És most már utólag ezt mondhatjuk, hogy nem volt. És azóta se lett. Hiába gyorsul a világ, és látjuk, hogy az informatika hova fejlődik, most még nincs ötödik generáció, negyedik van. Mikroprocesszor alapú, egyre nagyobb lapszámot vagy processzort tartalmazó lapkákkal és egyebekkel, egyre nagyobb memóriával, nagyobb sávszélességgel, elosztott rendszerekkel, de még mindig nem ötödik generáció. Majd akkor lesz, amikor lesz új aktív elem. Minden bizonnyal nem olyan nagyon soká lesz ilyen, nyilván nagy erőkkel dolgoznak ezen a témán. Na tehát, volt ez a ötödik generációs program, de igazából nem jött be. Beletettek rengeteg pénzt, aztán, ahogy kiderült, hogy 90 után nem valósult meg a japánoknál, akkor a többi helyen is azt mondták, jó, hát akkor ez úgy szép lassan ellappad. Nyilván sokat fejlődött a dolog. Sokat fejlődött a beszédfelismerés, sokat fejlődött a kézírás felismerés,
beszédszintezis egészen jó szintet ért el, következtető gépeket egészen jó szintre hozták fel, egy csomó minden fejlődött, de az, hogy ebből összejön egy nagy komplex dolog, az nem jött össze. Ma arról szeretnék beszélni, hogy a személyi számítógépek, azok a kütyük, amiket egyre inkább hordunk magunknál, hogy azok milyen stádiumokon keresztül jutottak oda, rendkívül izgalmas történet ez is. Az időszüke miatt én csak egy néhány elemét tudom kiragadni. Nem véletlenül adtam a tájnak azt a címet, hogy fejezetek, mert néhány fejezetet tudok kiragadni. A teljes átfogó részletes a dolgot azt ilyen órakeretben nem lehet. Lehet, hogy nem is érdekelni önöket, akit érdekel, majd utána olvas. Minden esetre én ma ezekről a személyi számítógépes témákról fogok beszélni, és hát mint bizonyos bónusz idehoztam a magyarországi személyi számítógép generációból mindegyiket. Tehát amivel az iskola számítástechnika elindult, ezek az etalon, klasszikus nagy gépek, ezekből egy-egy nagy alatt azt értem, hogy ilyen ikongépek, mert hát ugye sokan ezen nőtek föl, talán nem is önök, hanem éppen a szüleik még, de lehet, hogy önök is találkoztak ezekkel, mert ezekkel indult a személyi számítástechnika, és hát mondom, hogy eljutunk majd az iPad-ig, meg az iPhone-ig a végén, meg eljutunk az ilyen szuper-duper személyi számítógépé, ami ilyen forgatható, kijelzős, meg mindenféle érdekes csodák. És hát egyre inkább ezek is mind múzeális tárgyakká válnak, a gyorsuló fejlődés miatt egyre inkább az ilyen hardvereket már nem fognak gyártani. A mai óra és a jövő óra részben ezekről fog szólni, hogy hogyan konvergál össze a számítástechnika és az elektronika és a telekommunikáció. Itt néhány alapvető gondolatot gondoltam, hogy kivetítek önöknek, amit részben már korábban is beszéltünk erről. Az egyik ilyen, hogy a személy számítógép, számológép kategóriát újra megemlíteném. Ma már nem annyira nagy probléma, ez régen az volt, régen ezt súlykoltuk a fiatalokból, nem számológépet mondjam, számítógépet. Tudjuk ugye, hogy a számítógép az egy univerzálisabb sokkal, mint a számológép. Mert a számítógépet tetszőleges műveletet lehet végezni, mellesleg úgy, hogy a programját belül bit szinten tudom állítgatni. Tehát az egy számítógép, amiben valamilyen eszközzel, valamilyen billentyűzetes, valamilyen periférián keresztül bele tudok vinni egy programot, és ez a program olyan, hogy a gép belsejét bit szinten tudja állítgatni. A portjait, a belsejét, a memóriáját, a kijelzőjét. Ezzel szemben egy célkészülék, olyan, mint régen egy mobiltelefon, azt nem tudtam programozni. Meg a kalkulátoromat sem tudtam programozni. Legalábbis nem olyan szinte, hogy minden belső mozgásása. Mostanra ez elmúlt. Már csak okostelefont lehet kapni a piacon, és minden eszköz, amit lehet kapni, az mind programozható is valamilyen szinten, úgyhogy most már ennek nincs ekkora nagy jelentősége talán. Még a beágyazott rendszerek is, aminek billentyűzete sincsen, meg kijelzője sincsen, meg semmi. Az is belül számítógép, mert van benne ROM, meg van benne RAM, meg van benne processzor, meg van benne mindenféle érdekesség. Régen nagyon fontos kategória volt az otthoni, meg a professzionális személyi számítógép. Ez megint elmúlóban van teljesen. Korábban megkülönböztettük, vajon a professzionális, az ilyen gyönyörű, fekete dobozos, nagyon professzionális személyi számítógép. Behoztam az IBM-nek az első számítógépe. Nem klarinéttok, hanem számítógép, majd megmutatom, hogy milyen gyönyörűség van benne. Tehát ugye volt a professzionális személyi számítógép, meg volt az amatőr, az ilyen otthon a Commodore, meg a Sinclair, meg a társai Amiga, meg az Amigára többen felkapnák a fejüket, hogy az nem volt komolytalan, az nagyon komoly volt. Volt ez az egyszerűbb kategóriája, és volt az ilyen high-tech-ebb bonyolult. Ezek a high-tech-nél az volt az árfekvés, hogy 1 000 000 forint. Akkor 1 000 000 forint, amikor a fizetés meg 5 000 forint volt egy ember, egy mérnök ember. Úgyhogy mondhatni, hogy óriási különbség volt az, hogy otthonra vett valaki ilyet, vagy a másik került 30 000 forintba. Komoly érvágás volt, annyiba került volna egy komos színes tévé. És akkor nagy döntés előtt volt a család, hogy színes tévét vesz, pedig személyi számítógépet a gyereknek. Nagyon sokszor a mi kategóriánkban, ahol egy ilyen számítógépes mérnökfélék nőtek, vagy születtek, ott a család azt a döntést hozta, hogy ne színes tévét vegyenek, hanem jó lesz ez a számítógép is inkább, és majd a fekete-fehér Junosztyon lehet azt nézegetni egy jó darabig, mert inkább okosodjon a gyerek, mint az, hogy mi nézzük a színesben mondjuk a meccset. Aztán a harmadik, ez a konvergencia szempont, amit szeretnék itt külön kiemelni, aminek a lényege az, hogy a korábban a világ érthető okokból szeparáltan kezdődött. Volt egy olyan, hogy híradás technika, volt egy olyan, hogy számítás technika, és sorolhatnám a csomó ilyen különböző technikákat. Ezeket külön-külön lehetett végezni egyetemeken, főiskolákon, itt a Kandóba is, mint a elődintézménybe.
ezek mostanra nagyjából összeolvadtak, konvergáltak, mert egy ilyen kütyűnél nehéz megmondani, hogy ez mennyire kommunikációs, és mennyire informatikai eszköz. Ugye az a különbség a kettő között súlypontban, hogy az informatikai eszköz alapvetően az információ feldolgozásával foglalkozik, a kommunikációs eszköz meg alapvetően a továbbításával. Na most, hogyha ez ezt is tudja meg azt is, mind a kettőt, akkor nehéz megmondani, hogy ez most micsoda. Ezek összeértek. És manapság szinte minden kütyű, akármelyik kütyünk is van, az mind kommunikációs eszközét, mert ugye minimum wifi van benne, meg azon kívül egy csomó rádiós kommunikációs csatorna, meg természetesen nem csak rádiós, hanem kábeles is. Tehát innentől kezdve nehéz elválasztani, most kommunikációs eszköz vagy nem. Tehát a régi klasszikus híradós szakok átalakultak, ott is rengeteg számítógépes témát tanulnak, és nálunk is, annak ellenére, hogy az alapvetően információ feldolgozás, itt is lehet mobil szakirányon például arról sokat tanulni, hogy hogyan megy a kommunikáció, tehát hogyan zajlik az egész. Hogyan építjük fel azt az eszmetlen bonyolultságú láncolatot, amivel egy bitsorozat egyik pontból eljut egy másik pontba. Mellesleg csomagkapcsolat formába, és mellesleg mindenféle érdekes titkosítással, meg védelemmel egyebekkel. A fejlődés meghatározó találmányainak fontosságát gyakran csak később ismerjük föl, mert szembe jön velünk, és azt mondjuk, ó, hát ez nem is számít. Aztán egy pár év múlva rájövünk, hogy hú, nagyon is számít. Az egyik ilyen, többen mondják, hogy én Apple fan vagyok, amit részben vállok, mert sokszor az az érzésem, hogyha az UFO-k hozták volna ide ezeket, és egyszer, amikor azt mondják, hogy elviszik, akkor nagyon szomorú lennék miatta. Mert hogyha hozzáhasonlítom a többi kütyükhöz, akkor azt látom, hogy gyerekkoromtól mindig is ilyenen álmodtam volna, hogy ilyen legyen az. Természetesen a gyors fejlődés miatt, hogyha az ember után elővesz egy Samsung, vagy elővesz egy Microsoft, vagy elővesz egy Google, nem tudom milyen kütyüket, amik nagyon gyönyörűek. Lehet, hogy még bizonyos szempontból többet is tudnak, meg szebbek, mint mondjuk a megfelelő Apple termék. De az ember csak 3 évet, vagy 5-öt visszagondolk, egyértelmű, hogy amikor az Apple előjött ezek, akkor ebből nem volt egy se. És ezeknek a másolása, meg a tovább tupírozása, az akár fél évek, vagy néhány hónap alatt zajlik le. És hát ennek a szétválasztása csak nagyon nagy gonddal lehetséges, az ember odafigyel és nagyon nézi. De az első pontok, mint az első iPhone, meg az első média lejátszó, meg az első iPad, meg ezek, azok tényleg korszakalkotók voltak, most már utólag láthatjuk, ha akarja valaki látni. Nem, akkor azt mondja, hogy elmegy a médiamárkba, például az ilyen tabletgépek formájában, hát van legalább 50 féle kitéve, minimum 50 féle a polcra, ezek nagyjából egyformák, és ha az ember használna, akkor ők majdnem egyformájú lehet mindegyiket használni. Csak a kényelmessége, a szépsége, sok esetben a szépsége, ad mondjam hangsúlyozottan, ugye az volt az Apple-éknek, és Steven Jobs volt az egyik legfontosabb, meghatározó személy ebbe. Talán olvasták a könyvét, érdekes tanulságos könyvben belolvasni, vagy elolvasni a könyvét. Ugye az ő nagyon eklektikus képzésében a szépírás tanulás fontos szerepet játszott. Mert azt gondolta, hogy nagyon fontos, hogy szépek legyenek a fontok. Akkor, amikor a világ túlsó felén, az ilyen nagy cégek, mint az IBM például, még mindig az öt szemüveget gyártotta, ahol pixelpontok voltak, durva 7 szegmenses, meg nem tudom hány szeg, 9 szegmenses kijelzőket. Tehát az ember ránézett az egész, akkor egyrészt volt egy zöld képernyő, vagy egy fekete képernyő, és zöld pöttyök voltak rajta, mert a karaktergenerátor ezekből a pöttyökből durva felbontása, durva rasteres képeket csinált. Hát ezen akart szakít, ettől akart szakítani a Steven Jobs, és azért már az első gépeknél, a Lizánál, meg a Macnél, meg egyébként ezeknél bevezette a szép grafikus fontokat, ami egy gyönyörűség. És most eljutottunk oda, hogy ugye múltkor beszéltünk róla a retina display, meg az ilyen szépséges izék, hogy most már az olyan felbontás, hogy az ember nem tudja megkülönböztetni a pixeleknek a határát. Tehát összefügg, úgy néz ki, mintha valaki egy gyönyörű szép ilyen redisztollal, kaligrafikus írással fölírta valamit a képernyőre. Tehát ezeket a meghatározó találmányokat sokszor később veszük észre, és az is fontos dolog, hogy a fejlődés láncszerű, minden fontos találmánynak felelhetők a gyökerei. Mert lehet azt mondani, hogy valami zseniális találmány, de hogyha valaki a közelébe megy, és ott elkezdi azt a témát ismerni, akkor rájön arra, hogy egy hónap előtte kitaláltak egy ahhoz nagyon hasonlót. Egy hónap akkorában meg egy másik nagyon hasonlót. Csak aztán, amikor az összeállt egy teljes képpé, és kiderült, hogy abból egy teljes rendszer lett, hát akkor azt mondja a világ, hogy hú, feltalálták a nem tudom micsoda. Tehát ez mindig sok-sok embernek a vállán nyugszik ez a találmány, amit utólag a világ úgy dönt, hogy egy győztes elvisz mindent, és ő találta föl. Ellentpéntként mondom, azt mondjuk, hogy az Apple-ék találták föl ugye ezt a tabletet. De hát annak minden előfutára már készen állt addigra.
meg lehetett nézni a YouTube-on, mert meg lehetett nézni a TED-en a különböző gyönyörű grafikus felületeket, ahol újjal, gesztus vezérlésben minden csuda volt benne. De ennél az eszköznél állt össze, hogy egy komplex rendszer legyen, ahol egyben van minden, mellesleg kicsike, szép, működik, megbízható, és 6-8 órás időtartamban lehet őket használni, úgyhogy remek. Na hát, itt van az az időtengely, ahol a legfontosabb ősi eszközöket gyűjtögettem össze. Nem törekszik a teljességre, de legalább az elejéből mutat néhányat. Hát azt lehet mondani, hogy ugye 65-ben volt az integrált áramkör, ami megalapozta az egészet, hogy egyáltalán lehessen megbízható kisméretű ügyöt csinálni. Előtte szóban nem jött volna, hogy valaki személyi számítógépet épít, amikor Neumann Jánosnak ezt szóba hozták, ő messze meg elzárkozott. Azt mondja, hogy ez két műfaj, nem kell otthonra számítógép senkire. Mi a fenének? Az a nagy szobánya, minek kéne az otthon? Jó, igaza volt. Hát hogy lehetett volna az betenni a spejzba azt a piszok nagy, több kilovattos teljesítményű szerkezetet? De amikor meglett az IC, más világot teremtett, mert töredéket energiafelhasználással, és hihetetlen megnövekedett MTBF-el működött. Tehát a hibák közt eltelt idő olyan nagy lett, hogy reálisan lehetett valakinek otthonra is venni. Nagyon tanulságos belenézni abba a videóba, amit egy Báthy Ferenc nevű magyar kutató vagy mérnök ember elmesél, hogy amikor a DEC-nél elkezdték fejleszteni a számítógépét. Nézzünk bele egy picit. Jó, egy másodpercre nézzünk bele. Nagyon tanulságos. Ha már itt színezésképpen, kicsit félve csinálom persze, amit most csinálok, mert bennem van az az izgalom, hogy a YouTube fog szólni, hogy ez most én plagizáltam. Pedig nem akarok, csak azért majd szólhat emiatt. Na nézzünk ide bele egy kicsikét. Azt mondjuk, hogy fölmegyünk ide erre az oldalra, bemegyünk az adattárba, a személyekbe, és a videóriportokban, még egyszer, adattár, személyek, szakmai életutak, videóriportok. És ebből megkeressük a Báthy Ferencnek a videóját. Itt a Báthy Ferenc, itt sok ember, ezek az emberek nagyon sokszor meghatározói voltak a magyar informatikai szakmának, ha van idejük, nézzenek bele, legyenek szívesek. Most elmegyünk a Báthy Ferenchez, és ennek a videónak nézzünk bele az elejébe egy picikét. Ő különben a KFK-nak volt sokáig meghatározó fejlesztője, a PDP utáni magyarországi gyártásnak az egyik meghatározó ember, és később meg a Compaq cégnek volt, és a DEC-nek a magyarországi igazgatója. Most nem nézzük a történetet, bár rövid az egész, de az időben most ez se fér bele, de annyi belefér, hogy megnézzük a DEC-kel kapcsolatos dolgokat. Na nézzük meg, mit mond itt erről a Báthy. Nem lehet elkezdeni számítógéppel foglalkozni. Nagyon markáns eredmény a PDP 8-at másoltuk. A PDP az a program data processor. Itt ugye annyit szeretnék hozzátenni most magyarázatként, hogy a nagyon tanulságos történet, hogy a Magyarországon tervgazdálkodás volt a szocializmus évén. És ezért az a döntés született, hogy nekünk kell csatlakoznunk a KGST-n belüli úgynevezett Egyesült Számítástechnikai Rendszerhez, az ESR-hez. Az ESR rendszernél pedig az etalon gép, az az IBM 360-as rendszer volt, azért abból a megfontolásból, hogy a szoftvert legalább ne kelljen fejlesztenünk, és legyen egy egységes szabvány, különben jó gondolat volt, azt gondolom én is. És hát mivel baráti társaságban éltünk, volt egy szereposztás, hogy ki mit fog gyártani. Hogy ki gyártja a gépet, ki gyártja a perifériát, ki gyártja a nyomtatót, és így tovább. Ebből kilógott az a vonal, amit Magyarországnak ez a szegmense csinált, ráadásul azért, mert a KFK-ba, a Központi Fizikai Kutatóintézetbe nagy hagyománya volt annak, hogy ők fejlesztették a saját műszereiket. Ugyanis ott nukleáris kísérletekkel is foglalkoztak, vagy kutatással, és különösen az embargó miatt nem lehetett mindent megvenni állandóan. Ezért sokkal hatékonyabb volt, hogyha volt egy személyes gárdájuk, mérnökökből, technikusokból álló gárda, és kellett egy mérőműszer, megcsinálták. A fizikusok megmondták, mit szeretnének mérni, a mérnökök meg megmondták, hogy ez hogy lehet megcsinálni, és megcsinálták. És ezért például építettek analizátorokat, amivel különböző ilyen fizikai jelenséget lehetett analizálni. Világos volt a gondolat, hogy kell tárolt programú analizátor, amivel univerzálisan lehet ilyen számításokat végezni, ahol nem egy behúzalozott böszmejószág, hanem egy olyan, amit univerzálisan lehet kezelni. Na most nekiállhattak volna nulláról tervezni egyet, de azt mondták, hogy nem. Van egy ilyen ügyes kis gép a világban, ez a DEC-nek a PDP nevű gépe, a Digital Printing Corporation gyártotta később, és ezt a PDP gépet, hát ezt építsük meg Magyarországon, és annak ő volt az egyik atyamestere, hogy hogyan lehet ezt úgymond
hasonmásként megépíteni. És hát most erről beszél, erről a deggépről, ebbe nézzük bele egy picikét. Ami azért nevezte program data processornak, mert a Kemmerzen, aki a digitális cégnek a egyenes megalapítója volt, amikor az MIT-n farmers némenként elkezdett számítógéppel foglalkozni, vagy valami hasonlóval, akkor azt mondták, hogy egy hegyéskény. Ez egy szent dolog. Az IBM csinál számítógépet. Nehogy már azt mondta, hogy egy számítógépet csinálsz, mert elkezdte egy program data processornak. Az, hogy a KFK-ban, ahol, mikor elkezdték másolni, adaptálni, fejleszteni, követni ezt a vonalat, hogy akkor is kvázi rákényszerülte, hogy valamiféle nicknémet találjanak ki, az a sorsnak egy nagyon érdekes fintora. Igazából én semmi köze a két dolognak nincs egymáshoz, miért levesztesés. Tehát a fejlesztések a KFK-ban így kerültek. Na hát ugye, ha már szóba jött, akkor annyit hadd mondjak el, mint értelmezés, hogy döntés született arra, hogy Magyarországon csak a Videoton gyártott számítógépet. Senki más, mert ő a letéteményes annak, hogy ezt ilyen megbízhatósággal, meg határidőre el tudja készíteni. Ebből adódóan támogatási pénzt, a Műszaki Fejlesztési Bizottság által támogatott országos pénzt máskor nem kaphatott. És ezért megszületett, talán írásban is az a döntés, hogy Magyarországon számítógépet a Videoton gyárt. Mert a KFK-i szeretett volna ilyen számítógépet építeni. Na de hát szóba nem lehetett hozni, hogy a számítógépet fog gyártani, mert erről döntés született, hogy ott nem lehet ilyet. Hát akkor nevezték el tárolt program analizátornak. Nem ugyanaz? Számítógép, csak éppen tárolt program analizátor. Analizátort szabad gyártani, mert gyártottak is mindig. Az, hogy tárolt program, hát az meg a számítógép. És ebből lett a TPA, tárolt program analizátor. Amint ahogy elmondja itt a Báthor Ferenc, életre egybeesett a PDP-vel, mert ugye mert a DEC, ez a PDP, ez a Parallel Data Processor, vagy nem tudom micsoda, ez meg azt mondta, hogy nem marháska, hogy ne hülyeskedjünk, hát az IBM gyárt számítógépet. Hogy győzte az, hogy számít? Hát akkor ez legyen data adatprocesszor. Hát kész, ennyi. Na tehát ilyen volt ez a dolog, és amikor az internet áramkört megcsinálták, innentől kezdve lehetett gyártani kisebb teljesítményű, pontosabban kisebb méretű, és egyre növekvő teljesítményű számoló eszközöket. Az egyik olyan, aki azt mondta, hogy ilyenből nagyon jó, megbízható gépet fog építeni, ez a Hewlett-Packard volt. Az a nagy híres, amiből most a HP is kinőtte magát. Szomorúan el kell, hogy mondja, legalábbis engem szomorúvá tesz, hogy semmi nem örök, még a HP sem örök, bár most is van HP, de messze nem akkora patinált cég, mint amilyen annak idején volt, amikor én voltam ennyi idős, mint önök. Akkor a HP-re úgy néztünk föl, mint a csillag tetejére. Tehát az a legjobb gépek közé tartozott, csodálatos dokumentációval, óriási megbízhatóság, és így tovább. Egy történeti példát hadd meséljek az én személyes tapasztalatomból. Mikor ide kerültem az egyetemre, akkor még főiskola volt, és én, mint laborgazda, laborfelelős, rám bíztak egy HP 9100-as nevű kalkulátort, egy programozható kalkulátor volt, amit a HP-nél fejlesztettek ki. Mellesleg óriási műgonddal készítették ezt a kalkulátort, aminek az volt a hajtó ereje, hogy a cég tulajdonosa, a Hewlett, azt mondta a titkárnőnek, hogy van itt az asztalon egy írógép. Hát ez egy funkciós valami, írni lehet rajta. Minden lehetne beépíteni, hogy számítani is lehessen rajta. Úgyhogy kiadta a mérnökének, hogy csináljanak egy olyan eszközt, ami pont akkora, mint az írógép, pont úgy néz ki nagyjából, hogy van egy ilyen billentyűzet rajta, és akkor azzal lehessen szépen írni, de mellesleg számolni is lehessen rajta. Hát azt mondták a mérnökök, hát ez nagyon egyszerű feladat, mert ilyen szobányi volt a számítógép, az, amit bele kellett volna nyomni ebbe az asztaliba. Igaz, hogy ott volt a tranzisztor, meg az internet áramkor is már, meg remek ferítárak voltak addigra már, de hát azért nem kis kihívás ezt megcsinálni ilyen picikébe. Hát azt mondta nekik a főnök, hogy hát fiúk, ügyesek vagytok, meg tudjátok ezt csinálni. Úgyhogy erők nekiálltak, és megépítették úgy, hogy az örökké valóságnak is jó legyen az a gép. Mellesleg még az Apollo programban is, mert mindenütt szerepelt, úgyhogy elképesztő jó gép volt. Megtervezték például úgy, hogy a házát nem ilyen műanyagból fröccsöntötték, hanem alumíniumból öntötték az egészet. Ilyen 5 mm vastag alumíniumból volt öntve. Olyan, mint az ilyen kézszárítók a WC-be, azért nehogy a vandálok összetörjék, azért ilyen vastag bazi alumíniumból van öntve, hogy mindent kibírjon. Ezt a számítógépet, ezt a HP 9100-at is ilyen vastag alumíniumházból megöntötték, és minden belső felét is csodálatosan megépítették. Úgyhogy elkészült, csodálatos volt. Mint érdekes mazsola, elmondom azt, hogy a főnökség úgy gondolta, a mérnök Árda,
hogy meglepik a nagyfőnököt. Nagy ünnepség lesz, amikor elmegy Szabiról, amikor hazajött a Szabiról, akkor majd azzal fogadják, hogy elkészültünk a géppel, és ott áll a titkárnő asztalán. Ugye az történt, hogy oda is vitték, főnök elment Szabira, bevitték a számítógép, írógép méretű számítógépet, betették az asztalra, és hát kiderült, hogy egy kis számításban egy kis hiba csúszott, mert 3 centivel nagyobb volt, mint ahogy kellett volna, gondolták, az majd kibírja az asztal, de nem bírta ki, mert éppen a lába lenyiklott az asztal szélén. Úgyhogy rátették az asztalra, és a gumi lába az lelógott az asztal széléről. Na most nem lehetett a gépet kisebben összenyomni, mert hát ugye alumíniumból volt öntve még a háza is, tehát iszonytató, kireszelték fából a házat, utána megcsinálták az öntőmintát hozzá, az alumíniumból kiöntötték, és valami messze szép dolgot csináltak vele. Úgyhogy adódott az ötlet, hívtak egy asztalost, kidobták az egész íróasztalt, csináltak a 3 centivel nagyobb asztalt, ugyanolyat, mint a titkárnő, az embernek a szemmértéke nem olyan jó, hogy 3 centit észrevegyen az asztalnál, úgyhogy nem is vette észre a főnök. Megjött, és azt mondta, hogy hú, hát ez aztán tök jó. Hát ez aztán mindig is ilyet akartam, úgyhogy rendkívül ügyesek vagytok fiúk, mindenkit nagyon megdicsért, és hát tényleg csodálatos gép lett belőle. És hát mint igazi jó főnök azt mondta, hogy hát ti olyan ügyesek vagytok, hogyha ezt ilyen ezt meg tudtátok csinálni, akkor jövőre szeretném ide a zsebembe is betenni. Tehát csináltok egy akkorát, ami befér a zsebembe. Hát ehhez azért el kellett 3 évig molyolniuk a mérnököknek, mire elkészült a HP65-ös nevű kalkulátor, ami óriási siker lett. Ugyanis csináltak marketing felmérést, hogy van-e erre piac, azt mondták, erre nincs piac. Ez olyan rossz, hogy ez nem akar senki. Miért akarná zsebébe betenni ezt a számítógépet? De azt mondta a főnök, hogy nem érdekel, csináljátok meg. Megcsinálták, 3 év alatt nagyjából, és annyira jól sikerült, hogy nem tudtak elődni bele egy darabot, mert mérnökök mind megvették maguknak. Tehát az egész gárda mind azt mondta, hogy nekem is kell egy olyan, úgyhogy egy jó darabig ilyen backlog volt, egy ilyen várakozó lista, hosszú-hosszú ideig várakozó lista volt, mert nem lehetett megvenni ezt az egészet. Mint hozzám személyesen kötődő apró kis érdekességet, hagyd mondjam el, hogy amikor idejöttem iskolába dolgozni, akkor vett az egyetem, akkor Kandó főiskola egy ilyen HP9100-at. Óriási szám volt. Ugyanakkor a szomszéd teremben az egész termet elfoglalta a számológép, számítógép. Ez meg ilyen kártyával lehetett beledugni egy ilyen mágnes kártyát, és hát gyönyörű kis jószág volt. És azt mondták, hogy Laci, te vagy a felelős érte. Most ez annyiba került, mint az én sok éves fizetésem. Úgyhogy gondolhatni, hogy zizektem, mint a fene, hogy annak nehogy baja legyen. És hát a fiatalok erre jöttek naphosszat gépidőt kérni, meg gyakorolni, mert ez remekül megbízhatóan működött. Na, működött, semmi baj nem is történt. Csak aztán kiderült, hogy én ilyen mániás technikatörténetgyűjtő lettem, és elkezdtem gyűjteni a tárgyakat, és egyszer, legalább 2 évtizeddel később, legalább 20 évvel minimum, eszembe jutott, hogy hoppá, hát ez a HP9100 milyen fontos gép volt. Mennyire fontos, meghatározó, korszakalkotó találmány volt és fejlesztés. És nekem volt egy olyan, és én hagytam a kezemből kicsúszni. Nem tudom, hogy hova lett. Elkerültem, átköltöztünk Óbudára, és nem tudom, mi van a HP9100-al. És akkor fölhívtam a Tavaszmező utcába a kollégákat, hogy kollégák, nem emlékszik valaki erre a HP9100-al? Dehogy nem emlékszünk, mi is használtuk. Én elindultam láncból láncba, és eljutottam egy öreg kollégához, relatívan olyan öreg, mint én, aki azt mondta, hogy te Laci a legjobb kohisz, mert holnap fogjuk kidobni a pincéből a szemeteket, rengeteg szemét van a pincébe, egy hegyekbe áll minden, gyere hát nézd meg, ha ott van, vigyed. Hát én rögtön ezerre lát a Tavaszmező utcába, és akkor mentünk le ezzel a kollégával a pincébe, és azt mondja, hogy hát azért nagy reményeket ne fűz hozzá, mert az összes ilyen inkuráns cuccot, amit az elmúlt évtizedekben mi kiszuperáltunk, azt nem kütük el a szemétbe, hát jó lesz még valamire. Itt a pincébe beraktuk ilyen Dexion polcokra, plafonig, azok ott vannak. Na most a 8. kerületbe, mivel jó régi kerület, ott a nagy esőkkel általában el szokott szakadni a szennyvízcsatorna, vagy kicsapott a szennyvízcsatorna az utcán, és mivel ez a pincébe volt, az azt jelentett, hogy a pincébe plafonig följött a víz. És mondom, előfordult, azt mondja, minden évben. Persze. Tehát az elmúlt években, sok évre visszamenőleg, ha nem volt szerencsék, akkor nyáron egyszer legalább a plafonig föltelt a Tavaszmező utca pincéje szennyvízzel, aztán később jöttek a tűzoltók, kiszivattyúzták, aztán előbb-utóbb kiszáradt, aztán úgy lett. Na hát ilyen elővezetés után megyünk le a pincébe, ott állt rengeteg rom, mindenféle ilyen régi cuccok, és ahogy megyünk befelé, Nini, ott áll a HP9100-as a jó vastag dzsúva rajta, tehát gondolni a szennyvíz egy pár szor már ment le föl. Na hát,
persze azért boldog voltam, hogy megvan legalább, hát majd ezt én rendbe teszem, leporolom, meg lesuvickolom, meg mindenféle. Így is történt, hazavittem, kint az udvaron porszívóval lefújtam, ugye most nem volt éppen már dzsúvás, mert hát pontosan a sáros nem volt, poros volt, de sáros nem volt, mert mostában akkor nem volt éppen eső. Lefújtam róla a port, szépen kinyitom, belül is jó vastagon állt a por rajta, ez a esővízből lesz a üledék. Szépen porszívóval kifújtam, hoztam egy hosszú szőlőecsetet, kiecseteltem belőle. Aztán, amikor egészen rendesen kezdett kinézni, ahol úgy volt letörődtem nedves ruhához, egészen rendesen, tuti nézett ki, gyönyörű lett. És akkor jött a nagy gondolat, és mi lenne, ha bekapcsolnám? Hát tiszta őrület, mert ferít tár volt, meg... Hát mondom, rosszabb nem lehet, mint ahogy hát majd gyorsan kihúzom, hogyha kezd füstölni. Bekapcsoltam, azóta is működik. Tehát ennyiszer elöntötte a víz, kiporoltam, a párszor ide szoktam hozni, most nem cipeltem ide, mert egy tonna, amiatt, hogy öntött alumíniumból van még az egész ház, és valakit akar, szívesen megmutatom. Tehát lényeg az, hogy még ezt is kibírta, hogy átment rajta az eső, nem tudom hányszor. Mert minden érintkező aranyból volt, az összes forrasztása gyönyörűen volt megcsinálva. Katolcsúgásos kivéhező volt benne, ferítáros, nem hogy... szóval ilyen. Úgyhogy annak idején még az ilyet nagyon nagy műgonddal úgy megcsináltak, hogy az örökké valóságon tartson. A beépített elévülést még nem ismerték, vagy nem használták. Ebben nem volt beépített elévülés. Na, lényeg az, hogy megjelent 71-ben az Intel 4004. A processzorra kapcsán, amikor a processzorokkal beszéltem, akkor tudjuk, most majd nem csak ez volt az egyetlen processzor. Ez volt az első kereskedelmileg meghirdetett processzor, amivel ezt a Bizikom nevű gépet kezdték gyártani, mindjárt mutatok róla a képeket, de az nem számítógép itt igazából, hanem egy kalkulátor, tehát nem egy univerzális programozható eszköz. Az igazi nagy szám volt az, amikor az Elter nevű vállalkozás, vagy az a kis cég, a MIC nevű újságban, ez egy ilyen elektronikai újság, meghirdetett egy kittet. Azt mondta, hogy lehet kapni egy otthon összeszerelhető eszközt, amihez a nyákot odaadják, az alkatrészeket odaadják, és aki akar, majd épít magának otthon számítógépet. Addig nem volt ilyen, és a klasszikus szakma azt mondta, hogy fúj, hát ez aztán marhaság. Ilyen marhaság, ilyet senki nem is akar otthonra, mert mi a fenének. Kiderült, hogy nagyon is akarnak. Nem győztek eleget gyártani. Óriási igény volt erre a kitre, amely doboztárultak, egy nyákot, egy zacskóba alkatrészeket, meg egy ilyen kifestő könyvszerű összeépítőt, meg lehetett építeni ezt a gépet. Úgy hívták ezt, hogy Elter, amely 88-as processzor volt már, nem győzték gyártani. És akkor ez a gondolat, hogy erre ekkora kis is igény van, ez többekbe fölmerült, hogy hát nekik is kéne egy gyártani. Többek között a Wozniaknak, meg a Steve Jobsnak, hogy nekik is kéne egy gyártani. Úgyhogy nekiálltak, azt megépítették az Apple egyet, azt a fadobozos izét otthon reszelték ki fából a garázsba. Megépítették, nagyjából hasonlót, mint amilyen ez az Elter 8080 volt. Nagyjából ugyanazt tudta, hogy 88-as processzorra, meg ilyen alapvető kis RAM-mal tévét lehetett hozzádugni, hogy lehessen látni, mi van, billegyszetet lehetett hozzádugni. Ezzel párhuzamosan létrejött egy TRS-80 nevű személy számítógép, amit pedig az olyan, mint nálunk az Ezermester volt régen, most már az is megszűnt, egy olyan bolt, ahol elektronikát árultak és amatőröknek, tehát ahol lehetett barkácsolni. Ezt Amerikában úgy hívták, hogy rádiósek. Most is megvan ez a hálózat még, az ember alkatrészt akar venni, és ilyen gagyi alkatrészt, ilyen hétköznapi egyszerűt, a kemény a rádiósekben, minden sarkon van egy ilyen, minden bevásárlóközpontban egy rádiósek, akkor ott bemegy, és akkor kábelt, meg LCA csatlakozót, meg tranzisztort, meg forrasztópálkát, meg ilyen izékat lehet kapni. Na hát ez a rádiósek kezdte árulni a TRS-80-t, és amikor a TRS-80 megjelent, kiderült, ez is óriási siker, úgy viszik, mint a cukrot. Az angol nickneve az volt, hogy Trash AD, ugye, mert ez a TRS, ezt lehet úgy is mondani, hogy trash, a trash meg szemét, mert hát elég vacak volt a szerkezet, amiatt, hogy kazettás volt az adattároló hozzá. Miért volt kazettás? Nem találták ki a flopit még. Tehát a kazettás eszköze lehetett adatot hozzávinni, és a rádiósek kiválóan árulta. És ezzel párhuzamosan például az Apple-ék, pontosabban a Steve Jobs és a Wozniak, neki álltak, hogy csinálnak Apple 2-t. Amire azt gondolták, hogy hú, hát az aztán nagyon jó legyen. Egy ilyen egy dobozba legyen beépítve az egész, rajta legyen a billentyűzet, a tetejére rá lehessen tenni a tévét. Úgyhogy óriási siker lett, nem győztek eleget gyártani belőle. Annyit gyártottak Apple 2-ből, hogy borzasztó, és nem győztek eleget gyártani belőle. Úgyhogy innentől kezdve elkezdett a világ erre figyelni,
és többen elkezdtek ilyennel foglalkozni, nem csak Amerikában, hanem például Svédországban is. Volt egy Luxor nevű svéd cég, aki azt mondta, hogy ő nekiáll és gyárt személyi számítógépet, hasonlóan, mint az Apple 2-t, vagy pontosabban olyat, mint a TRS-80, ugyanazt tudja, ugyanolyan basic operációs rendszer legyen rajta, vagy programrendszer inkább, nem operációs rendszer. Legyen hozzá egy kazettás magnó, meg egy tévé, és akkor ez legyen így egy számítógép. Ezt elkezdték gyártani a svédek. Igen, ám csak kiderült, hogy kazettás magnót azt elég nehezen tudnak gyártani, mert sok bionikus alkatrész van benne. Kiderült, hogy ezt a magyarországi BRG tudja kiválóan gyártani. Úgyhogy kötöttek egy üzletet, és azt mondták, hogy ők adnak egy csomó ABC-80-at, magyarok meggyártsák hozzá a kazettás magnót, és akkor ebből lesz egy számítógép konfiguráció. Ez lett a magyar első személy számítógép, iskola számítógép típus, mert azt gondolta a magyar oktatás vezetés, hogy a gyerekeket be kell oltani számítástechnikával, ez az ilyen batch processinges, kártyalyukasztós, nagy gépnél sorba állok, és két nap múlva megkapom a választ, azzal nem lehet őket beetetni, megszerettetni. Úgyhogy ilyen személyi számítógépe. Úgyhogy vette a magyar kormányzat 200 darab ilyen számítógépet, és az volt a feladat, hogy akkor most kikapja ezt meg. Az az én személyes szerencsém, hogy épp akkor voltam itt annak idején, mint fiatalember, és én is részt vettem abba a csoportba. Ugyanis a Kandó főiskolának, a számításnak a tanszéke kapta meg a lehetőséget, hogy mi döntsük el, kikapják meg ezeket a gépeket. Mi alapján nem a haverság számított, hanem mi annak idején már jó kapcsolatba álltunk a középiskolákkal, és az volt a feladat, hogy mérjük fel, hogy hol van olyan fizikatanár, akinek van ilyen irányú jártassága, meg affinitása. Kérdezzük ki a fizikatanárokat, hogy hajlandók-e ezzel bibelődni, és hogyha igen, akkor kaptak egy értesítést, hogy az ő iskolájuk kap egy ilyen iskola számítógépet, egy ilyen TRS-80-at. Vagy nem TRS-80-at, egy ilyen Luxor BRG, egy ilyen ABC-80 nevű, így hívták ezt a gépet, hogy ABC-80. Úgyhogy ez a 200 gép, ez így elkerült az iskolák Magyarországon, és a fiataloknak a számítógépes beoltása az innen indult nagyjából. Itt vannak még több egyebek, amiket részletesen nem akarok boncolgatni, de azért egyet még kiemelek, például ez a ZX, ugyanis arra gondolt a Sinclair nevű angol, hogy olyat kéne csinálni, ami 100 font alatti. Tehát nagyon olcsót. Ezek azért viszont, otthonra nem vett senki magának ilyet, mert azért nem az a kategória, hogy otthonra vegyen. Kellett volna egy nagyon olcsót csinálni. Hát egy ilyet, egy ilyen nagyon olcsót, egy ilyen nagyon picikét, izét, ami ugyanazt tudja, mint ez nagyjából. Egy kazettásmagnót hozzá lehessen dugni, standard kazettásmagnót, meg a tévét, egy standard tévét hozzá lehessen dugni, és ezen keresztül lehessen programozni például basicbe. Miért ne? Sikerült neki. Először úgy jelentik, hogy ZX80, aztán ZX81, aztán végül ez lett az egyik ilyen szupergép, ez a Spectrum. Nagyon sokaknak ez egy óriási szám volt. Én is úgy gondolok rá vissza, hogy hát akkor ez volt a vágyunk, ne további, ez volt az iPad 2. Mert ha valakinek egy ilyen spektrumja volt, hát ezzel azt mondta, hogy hű, hát ezzel minden színes képernyőn lehetett hangot generálni vele meg. Mindenféle gyönyörűséget csinálni vele. Élvezetes volt a tapintás, és nem ez a tacsos vacak buta, hanem egészen finom, úgyhogy ilyenek voltak. Egy szó, mint száz, a világ erre azt mondta, hogy hát azért ez komolytalan ez az egész. Tehát ez a ilyen komolytalan izék, ilyen tévére rádugott, minden, ezek nem komoly dolgok. Az igazi változást azt hozta, amikor a 81-ben az IBM azt mondta, hogy ő is gyárt egy PC-t. Úgy nevezte, hogy IBM PC, személy számítógép. Gondolom az IBM belül nem voltak nagyon sok ennek hívei, mert ugyanis az IBM a minőségi céges eszközök gyártásra specializálta magát, óriási haszonnal és óriási sikerre. Ez meg deklaráltan a commerce business célozta meg. Igaz, hogy a cégek is vettek maguknak ilyen PC-t, de azért alapvetően arra gondoltak, hogy ezt majd vesznek emberek is maguknak ilyet, mint personal computer, mint személyi számítógép. Egész addig az egész informatikai világ komolytalansággal nézett erre az egész történetre, amiről itt beszélünk, mert azt mondták, hogy az amatőrök hadd játszanak ezzel, de a komoly cégek nem foglalkoznak ezzel. Amint az IBM megjelentette ezt a PC-jét, onnantól kezdve szinte mint egy ilyen billenő megbillent a világ, és aki élt és mozgott, az elkezdett PC-t gyártani. A HP is, meg mindenki más.
a DEC is, meg minden cég, a nagy cégek, akik számítógépet gyártó cégek voltak, meg a Nippon Electronica, NEC, meg mindenki nekiállt számítógépet gyártani. És itt volt egy óriási fontosságú választóvonal, amit az IBM, hogy mennyire volt ez tudatos, ezt nem tudom most, minden esetre úgy döntöttek, hogy mivel ez talán nem annyira fontos, ez nem az IBM-nek a belső titkos architektúrája, ez egy viszonylag gagyi izéval, processzorral működő, elég egyszerű jószág, ebből minden publikussá tesznek. Úgyhogy kiadták a technikai referencia kézikönyvet, mert még a nyákrajz is benne volt. Meg a firmware, bitről bitre a firmware benne volt, meg minden. Ami a gépre vonatkozott, úgymond open source-á vált, minden saját hozzáférésűvé. Ezzel tulajdonképpen megszületett a felhívás egy keringőre, mert hogyha ez ilyen open, megvetem a boltba, hát akkor miért építsek magamnak egy ilyet? Úgyhogy mindenki elkezdett építeni. Úgyhogy ez a klón világ innen indult. Hogy 81-ben megjelent a PC, és innentől kezdve, mivel a Technical Reference Guide-ot meg lehetett venni, meg mindenféle programozó guide-ot, mindent, amiben minden le volt írva, aki élt és mozgott, elkezdett PC-t gyártani. Személy számítógépet. És hát érezzük ennek a hatását, mert egészen mostanig hat, hogy ez a mellesleg erre az operációs rendszer úgy döntöttek, hogy a Windows fogják megvenni. Rendkívül izgalmas történet, nem kezdem el most vetíteni önöknek, de akarják nézzék meg, megtalálható a YouTube-on, hogy a Bill Gates-ék hogyan is kötötték az IBM-mel az üzletet. Tanulságos dolog, hogy híre ment, hogy az IBM nem akar operációs rendszert fejleszteni, tehát kezelőprogramot ehhez a PC-hez, hanem megvenni. Többen jelentkeztek rá. És az egyik ilyen jelentkező volt a Bill Gates és a csapata. Néhány ember, három ember talán. Úgyhogy ezek elmentek oda erre a találkozóra, és hát ott a komoly, nagy, kékinges IBM-es ürgékkel, ezekkel a taknyos gyerekek elkezdtek beszélgetni, hogy nekik volna valamilyen programjuk, amivel lehetne ezt piszkálgatni. Ezzel nem leszólom persze a taknyos gyerekkel, csak hát ugye volt a nagy kék, az IBM, és voltak ilyen kezdők is, amatőrök, akik próbáltak valamit eladni. Amit aztán még úgy sikerült eladni, hogy jöttek ki, a Bill Gates jött ki füligérő szájjal a tárgyalásról, hogy sikerült, de van egy kis probléma. Nincs meg az, amit eladtak, mert nekik nincs olyanjuk. Tehát olyan programrendszerük, vagy úgymond operációs rendszer, ami tudná működtetni, azért az nincsen kész. De azt mondta, a probléma egy szál se, mert ő látott valakinél egy ilyet. Egy régi havernél, aki ilyen PC-s klubba, ilyen számítógép építős klubba találkozott, annak volt egy ilyenje. Úgyhogy ott rögtön lendületbe elmentek hozzá, még ott, ahol a tárgyalásra arra felé menet, és elmentek hozzá, az ürge otthon volt, és akkor beszélgettek vele, hogy te figyelj, volt neked mutka egy ilyen flopin, egy ilyen kezelőprogram, amivel azt a izét piszkáltad. Megvan az még? És mondta, hogy persze, hogy megvan, még már sokkal jobban csinálk az ott. Na és hol van az? Hát azt mondja, itt van, és azt nem adnád el. Azt mondja, miért ne? Mit adtak érte? Azt mondott egy nagy számot, valami 40 000 dollár, de valami írdatlan nagy számot, ha jól emlékszem. Hát ennyire lenne erőske. Persze, itt van, tessék, puty, itt van. Úgyhogy fél órá később, vagy füligérő szája jöttek le az épületre, az emeletről ezek izék, hogy megvan, amit eladtak az IBM-nek, horribilis pénzen. És mellesleg bele lett téve az IBM-nek a PC-be, mint operációs rendszer, a diszkoperációs rendszer. Úgyhogy innen indult a Microsoft nagy törtesék, a diszkoperációs rendszer, a DOS. Ugye, mert diszkán volt az egész, egy floppy diszkán, és ezzel a diszkkel lehetett ugye fölhelgelni az egészet, és hát mivel azért működött a dolog, messze volt, lehetett még javítani rajta, de már működött, ezzel elindult a dolog, és ügyesek voltak, ambiciózusak és kreatívak, úgyhogy kinőtt belőle a Microsoft. Hardware téren pedig kinőtt belőle a klónvilág. Mert aztán elindult, hogy jobbnál jobb processzorokat tettek bele, abból lett az Advanced verzió, az lett az AT, ugye az Advanced Computer, abban már 286-os processzor volt, és nem 80-86-os. Aztán akkor elkezdtek beletenni Winchestert, először 20 megásat, nem gigásat, terásat, 20 megás Winchestert. Innen közel bútolása sokkal gyorsabban, mert nem floppy-ról kell bútolni, hanem a Winchesterről lehetett bútolni az egészet, mert mint elindítani az egész rendszert. Innentől elindult ez a világ. És akkor itt tartunk ugye 81-nél, amikor megjelent ez az IBM PC.
És hát meggerjedt ez a világ, és hát most itt látjuk, hogy ebből minden történt. Behoztam megmutatni érdeknek érdekességképpen, hogy ez az első laptop, amit itt mutatok, ez a Toshibának a T1000-ese. Ez volt az első laptop, amit valaha csináltak, így nézett ki. Ilyen gyönyörűséges. Na tehát akkor, még néhány történet érdekességet előtte hadd mutassak meg. Természetesen korábban is akartak személyi számolóeszközt. Hát ez volt, mint tudjuk, most már sokáig a logarléc. Csak a logarlécnek volt egy súlyos hátrányossága, hogy nem lehet vele összeadni, már pedig összeadni azért kell. Ezért az egyik ilyen hekkelés az volt, hogy a logarléc túlsó felén rátettek egy összeadógépet, és akkor ezzel, hogyha ezt forgattuk, az egyik felén szorozni lehetett, meg osztani, meg szögfüvényt számolni, meg logarit, most minden csodát, a másikat megfogtam, hogy lehetett összeadni vele, úgyhogy remek volt ez a történet. Csak hát az egyik ilyen nagy, mint például a Faber-Castell, ami az egyik legpatinásabb logarléc gyártó volt, ő azt gondolta, hogy akkor kéne gyártani elektronikus kalkulátort, amiben ugyanaz van, mint a logarlécben, csak most már nyomogombokat kell nyomogatni, és digitális. Ugye ez analóg, mert a hosszúságon analóg módon voltak ráírva logaritmus értékek. Igen, ám csak az volt a baj, hogy a Faber-Castell alapvetően ceruzákat gyártott, később meg logarléceket. Mind a kettőhöz precíziós mechanika kellett ahhoz, hogy ezeket a fa és műanyag elemeket tudják gyártani, gravírozógépek. Nem kellett hozzá se kijelzőt használni, se elektronikát, se nyákot, se nyomógombot, mert nem volt rajtuk ilyen. És amikor jött a felismerés, hogy kéne ilyet csinálni, hát kiderült, hogy 4000 német márkába kerül ez. Annyiba kerül egy ilyen szerkezet. Ennek ellenére mégiscsak megvették sokan. Sőt, annyira megvették sokan, hogy onnantól kezdve nem tudtak eladni logarlécet. Úgyhogy azzal, hogy megjelent ez az elektronikus szerkezet, és megjelent a HP, meg megjelent a Texas Instrument az elektronikus kalkulátoraival, amiben legalább is műszaki számításokat, tehát még logaritmus is tettek bele, meg trigonometriát tettek bele. Innentől kezdve a logarlécre nem volt szükség, mert mellesleg azzal gondolkozni is kellett. Emlékszünk rá, volt egy kis beütésünk itt az első órán. Első dolog az, hogy nagyságrendet kellett becsülni, normalizálni a számokat, aztán utána, tehát macerás volt. Ezt meg lehetett. Ez vezetett oda, amit egyszer egy kedves kolléganőm egy matek órán itt, amikor itt kérdezte, és azt mondta, hogy te kedves kolléga, 0x0 mennyi? Így elhangzott itt ebbe az iskolába ez a kérdés, hogy kedves kolléga, mennyi a 0x0? Síri csönd, és egyszer csak valaki hátulról súgja, hogy üsd be a gépbe. Ugye ez volt a mentő válasz, hogy üsd be a gépbe, hogy a 0x0 mennyi. Hát ugye ez egy szélső érték annak, hogy mennyire lehet gondolkozni, de itt a logarlécnél kellett, de ezeknél a gépeknél meg már kevés, itt be lehetett ütni. 0x0-át be lehetett volna ütni, és valamit még mondott is volt a gép hozzá. Na tehát ilyenek elindultak, és hát aztán elindult az ilyen kalkulátorvilág, ezután egy éven belül nagyjából. És ez olyan billenést okozott, mint ahogy az IBM PC megjelenése a számítástechnika világban, mindenki elkezdett ilyet gyártani. Tehát aki tudott elektronikát kezelni, megvenni a megfelelő csipet hozzá, megfelelő ilyen ledes kijelzőt, az elkezdett kalkulátor gyártani, és hát logarlécet többet nem lehetett eladni, csak gyűjtőknek, pár ezer forintért. Mert komoly ember, mérnök ember már logarlécet nem vett, mert az iskolában snasz volt elővenni. Ez olyan régen erre a high-techségnek volt a csimboraszója, tehát valaki elővett egy Faber-Castell, egy gyönyörű lécet, hát akkor azt úgy nézték, mint hogyha most elővesz egy ilyen szuper androidos, szuper duper óriási táblagépet. Később, 3 évvel később elővettem a logarlécet, úgy néztek rá, mint egy kövületre, mint valami régi űrgére, hogy mit akarsz, berekedni akarsz azzal a léccel. Tehát elindultak ezek a részek, és hát megbillent, és a logarlécnek lőttek. 1-2 év alatt lőttek. Ez az a szerkezet, az a HP 9100-as, aminek a jellemzőt ide külön kigyűjtöttem, most utólag nézve röhelyes, de az, hogy ez ilyen stabilan meg tudott épülni, és ilyen gyönyörűen működik, hát az meg kuriózum, az meg abszolút kuriózum, hogy az ilyen szépen tudott működni. Itt van a belseje, gyönyörűség belenézni. Így van a teljes konfiguráció, 8500 amerikai dollárba került, amikor ezt állalták. Az, hogyha most 2014-es ára fölinfláljuk, vagy földefláljuk, tehát fölnöveljük, akkor ez egy óriási összeg. Tehát egy olyan összeg, ami elképesztő. Mégis mindenki akart ilyet. Sőt,
Ennek a folytatásaként megjelenő HP65-öt és szintén mindenki akarta. Először a mérnökök megvették maguknak, aztán, amikor kezdtek eleget gyártani belőle, akkor meg már mindenki másra belőle. Itt vannak ezek a fontos emberek, a Federico Faggin, és itt van az a híres FF betű itt, ugye, ami alapján lesz, hogy ő tervezte a 4004-est, és nem a sokszor hirdetett Tetthoff, aki a szabadalmi listában viszonylag hátul szerepelt. Csak amiatt, hogy a Federico Faggin kilépett az Intel-től, és azt mondta, hogy gyerekek, ha nem érdekel benneteket ez a 80-80-as processzor, akkor én kilépek innét, sőt elviszem a haverokat is, és létrehozták a Zilog nevű céget, és a Zilog nevű cég épített azokat a Z80-as processzorokat, amiből mindegyikből az van itt végig. Tehát innentől kezdve mind Z80 van végig. Aminek egy külön érdekessége is az, hogy ez a Z80, amikor ez fénykorán volt, akkor ez abszolút kokomlistás termékké vált. Mert egy időt ezzel mindent lehet csinálni. Most 2014-ben is használják még Z80-at, mert a beágyazott rendszereknél ez egy jó használt univerzális processzor, egyszerű, megbízható, stabil, nincs ebben már benne hiba egyáltalán. Úgyhogy jó dolog most is. Amikor ezt az IBM, vagyis amikor ezt a Luxor nevű cég elkezdte gyártani, és hozta Magyarországra, és az első 20-at ide hozta, 200-at ide adták, akkor egyszer csak rátérdezett a Kokon bizottságnak a figyelme, hogy hoppá, hát jó ez, érthető ez a dolog, hogy ők hoznak ilyen gépeket, na de és mi van a processzorra? Hát azt nem lehet hozni. Úgyhogy azt mondta az Luxor, hogy oké, ő adja a gépet, de processzor nélkül. Mert a processzor az kokomlistás. Csak processzor nélkül meg nem működik a gép. És igaz, hogy a németek kopintották ezerrel, az NDK-sok, csak nem voltak kész vele. Tehát nem volt ilyen gép. Úgyhogy nem lehetett ilyet csinálni, úgyhogy ezzel véget is ért nagyjából. Egy darabig még volt valami lefutás ennek az ABC80-nak, de aztán nem lett lefutása, nem volt hozzá processzor. Úgyhogy így történt a történet. Itt látszanak ezek az FF-ek, amelyek a különböző 4004-eseknél, mint evolúcióban megjelentek a különböző FF betűk, mint aláírás ennek a Federico-nak. És így néz ki ez a Bizikom nevű gép, amit először egy japán megrendelése készített volna, ehhez a processzor csinálta az Intel. Valamilyen miatt az Intel vezetői nem voltak lelkesek. Azért, mert ők alapvetően memóriával akartak foglalkozni, és ez, hogy még műveletvégző is legyen benne, meg regiszterek, hát azt mondták, ez nem felesleges, nekik nem ez a piacuk, ők mással foglalkoznak. Rosszul döntöttek különben. Ezt a képet azért mutatom, hogy fölhívom a figyelmet, hogy az interneten talált dolgokat nagy kritikával kell fogadni, ugyanis az azt mutatja, hogy egy Rand Corporation nevű cég, aki az egyik meghatározó cége volt a korai számítógép fejlesztésnek, hogy ők így gondolják, majd 50 év múlva így fog kinézni a személyi számítógép. Hogy lesz egy joystick itt rajta, egy ilyen nagy izé, meg egy billentyűzet, meg egy kijelző, meg egy ilyesmi. Őszintén megvan, akármennyire is szégyen, hogy ezt a kamut én is megettem. Tehát ezt a képet leszettem, és azt mondtam, hát értem, a Rand Corporation kezdte gyártani például a iOS gépnek a klónjait, amit a Neumann János közzétett, az iOS gépnek a terveit, az például a Rand Corporation gyártott. Ő gyártotta a Joniak nevű gépet, amit a Neumann Jánoson neveztek el később. Úgyhogy azt mondta, hát igen, ott foglalkoztak ilyen, és hát így fog kinézni majd ez a számítógép. Kiderült, hogy teljesen kamu, és azért készült, hogy kamu legyen. Ez valamilyen tenger alatt járó vezélő pultja van oda téve, és akkor ezek úgy vannak rátéve Photoshoppal, ez a billentyűzet, meg ez úgy van betéve utólag ide, tehát tiszta kamu az egész. Úgyhogy még ilyen történeti dolgokat is hamisítanak, direkt azért, hogy átverjék a jó népet vele. Úgyhogy ilyen. Itt egy kis bepillantás abban, hogy amikor elindult ez a személy számítógépes piac, hát mi minden nőtte ki belőle. Vannak ennek is megszálló gyűjtői, én nem tartozom közéjük. Annak ellenére, hogy egy pár százféle ilyen számítógép nálam is van, de a világban sokkal többféle volt. Én leginkább arra próbáltam figyelni, hogy ami Magyarországon meghatározó volt, azokból legyen típus, és hát van is. Talán látták, amikor voltak kutatók éjszakája itt az elmúlt két évvel ezelőtt, akkor itt az egyetemista fiatalok segítségével itt rendbe tettünk ebből egy csomót. 50-et legalább, de lehet, hogy sokkal többet. Ezeknek az ömét működésbe is hoztuk, ami teljesen elrugaszkodott dolog. Az ilyen öreg gépek nem biztos, hogy működnek, de hát azért mi az ömét működésbe hoztuk, és kitettük őket.
egy másik kép erről az egyik némely gyűjtőnek az oldalá, hogy minden ilyen szerkezet született annak idején. Nagyjából mind Z80-as processzort, vagy 6500-as valami Motorola-nak egy másik processzora, és hát ugyan billentyűzet, tévéhez lehetett hozzádugni, és egy kazettás magnó volt, amivel ezt lehetett lejátszani. Na most az idő hátralévő részébe szeretnék néhány ilyen klasszikus gépet megemlíteni. Tartunk egy kis szünetet, és a szünet után pedig, aki akarja a gépeket megnézi, vagy ha nagyon akarja, akkor följön velem, és megmutatom még a másikakból, amit valakit érdekel a régi gépekből, valami szívesen megmutatom. Nem cipeltem ide egy csomót, mert nem volt rá lehetőségem, de ott van a szekrényben ez az összes többi gép, a HP 9100-tól kezdve mind. Amit szeretnék itt megmutatni, az például az Apple-nek ez a kettes gépe. Egyszer szerencsére ilyet is sikerült jó néhányat begyűjtenem, az amerikai iskolában azt mondták, hogy leszerelik ezeket, úgyhogy én hozzam el, úgyhogy elhoztam nagy örömmel. Itt az X81, a jellemzőt külön kigyűjtöttem. Az volt, hogy 100 font alatt legyen az ára, sikerült is megvalósítani ezt, hogy 100 font alatt legyen. Elképesztő mennyiséget adtak el belőle, és úgy gyártották őket, mint a gagyi órákat. Szériába, szalagba. És aki akart otthon a gyereknek, akkor vett egy ilyet. Mellette könnyű volt becsempészni is annak idején. Fontos faktora volt annak idején, hogy a határon komoly őrizet volt. Nem úgy, mint most, hogy az ember nem vesz észre a határt. Tehát ahhoz, hogy behozzon valaki egy ilyet magának, hát az rizikós volt, mert ezzel le lehetett bukni. Akkor arra vámot kellett fizetni, meg mit tudom, behozási engedély egyebeket. Egy ilyet azért el lehetett tenni a bőrönbe, és ezt gondolom sokan meg is tették. A Spectrum, ez az a nagyon szépséges és élvezetes gép volt. Külön perifériákat készítettek hozzá, képzeljük, ez volt hozzá a kazettás periféria. 2 milliméter széles kis mágnes csíkra írta fel, hihetetlen, megbízhatatlan, de hát az ember azért ott megfelelő transzba ezt a dolgot azért tudta kezelni. A Spectrumnak a jellemzőjét itt látjuk, szintén Z80-as processzor, de nem, mint ahogy mondtam, legtöbb ezekben Z80-as processzor volt. És hát ilyen mostani szemmel nézve rendkívül primitív hardware konfiguráció, de ezzel azért már egész jól lehetett indulni. Basic-be lehetett programozni, grafikus izét lehetett a tévén hozzá csinálni, sőt még hangot is lehetett vele, úgyhogy rendkívül szórakoztató volt a dolog. Az egyik legnépszerűbb személyszámítógépről, az igazi versenytárs, ez a Commodore VC20-as volt. Gondolom a csapatból többen vannak, akik a Commodore-ról eszméltek, amikor kisgyerekként felébredtek, akkor a járóka mellett egy Commodore volt. És mint ismerik az imprinting fogalmát, hogy az ember, amikor először lát valamit, akkor azt látja, hogy az a számítógép. Hadd kérdezzem meg, tudják mi az, hogy imprinting? Ki tudja? Mi az az imprinting? Segítsen! Igen. Igen, köszönöm, így van, a Konrad Lorenz nevű híres etológus vezette be talán ezt a fogalmat, rajta keresztül vált híressé, és pont tényleg ez volt az, hogy a madarak, mint például a kacsák is, az életük első szakaszában van egy szenzitív időszak, amikor egy bizonyos nagysági tartományon belül lévő mozgó tárgyat tekint az anyjának. Tehát ami egy akkora tárgyméret, ami úgy reálisnak tűnik, hogy anya lehet, az az, az anya. Például az ő esetében a keltetőbe kikelt kiskacsák, az ő gumicsizmáját tekintették anyának. És egész addig meg nem nőtek, amerről ment a gumicsizmába, úgy jöttek utána a kiskacsák, mint hogy az anyjuk után mennén. Hát ugye ezt a jelenséget hívják úgy, hogy bevésődés, vagy imprinting. És hát sokak esetében gondolom, a Commodore volt ez az imprinting tárgy. Ugye számítógép kijelzője volt, és ott állt a járóka mellett. Ennél jobb gépek is vannak, de azért annak ide egy fontos dolog volt. Itt van ez a Luxor szerkezet, ez a ABC80, mint az első iskolai számítógép verzió. Itt a TRS-80, és a kettős nagyjából ugyanaz a programkód futott rajta, ugyanaz a basic volt benne nagyjából, és nagyjából ugyanúgy egy kazettás magnó, csak ehhez egy gagyi bolti rádiósek kazettás magnót, ehhez meg egy viszonylag jó BRG kazettás magnót lehetett hozzáadni. Ez egy stabil eszköz volt nagyon, ez a jószág, amit mellette van. Aztán, hát itt a Commodore C64, nagyon sokaknál ez egy nagy családi döntés volt, hogy ez legyen otthon, és hát mivel nagyon sok esetben korlátos volt a költségvetés, ezért megmaradt a jó öreg Junost, mint kijelző hozzá, vagy esetleg a Tünde TV, és akkor az már egy óriási luxus volt, hogyha a Tünde TV volt hozzá, vagy esetleg a Videocolor színes TV a Videotonnak. Itt vannak a C64-nek a jellemzői, megint utólag nézve rendkívül
nevetséges, hogy ilyen kis dolgokkal lehetett valamit csinálni, de szórakoztató, és sokan ezen nőtek föl. A mai nagy informatikus Akasi. 82-ben az év számítógépe volt, és mindenre elkezdtek használni. És képzeljék el, hogy Commodore-hoz képest elhatározták, hogy mi a Commodore-t, a V64-et még elég drága, ennél egy olcsóbbat kéne csinálni, hogy a magyar iskolákba ilyet lesen a gyerekeknek adni. Úgyhogy kiírtak egy iskola számítógép tendert, aminek az lett a lényege, hogy aki a legolcsóbban tud ilyen basic-be programozható, kazettás programmal működő, TV-hez kapcsolható gépet csinálni, az megnyeri az állami támogatást, és ő fogja gyártani ezeket a gépeket Magyarország iskoláinak. Sokan pályáztak, ebből a híradástechnika szövetkezet volt a győztes, aki azért vált sikeressé, mert a Texasnak a kalkulátorait másolta. A Texasnak volt egy nagyon sikeres programozható kalkulátora, és mivel ezt megvették a licenzt, nem lopták, hanem viszontlátásra, hanem ezt a licenzt másolták, hát nagy rutinra tettek szert, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy megterveztek egy ilyen gépet, beadták a pályázat és győztek vele. Úgyhogy az iskola számítógép programnál az első ilyen, leszámítva ezt az első próbálkozást az ABC80-nal, a híradástechnika szövetkezet nyerte meg. És állítólag igaz, hogy elküldték a külkereskedőt, hogy szerezze be hozzá az alkatrészeket. A külkereskedő meg kiment külföldre, és azzal válaszol jött vissza, hogy gyerekek, olcsóban meg lehet kapni, tokkal vonulva az egészet, mint hogyha alkatrészeből kezdjük építeni. A gépet úgy hívják, hogy videózseni, aminek a dobozát is gyártják Tajvanba, úgyhogy meg kell az egészet venni, és olcsóbb lesz így megvéve az egészet, mint hogy nekiállunk itt forrazgatni hozzá. Megszedett önnél, és akkor legyen úgy. Úgyhogy lecserélték ezt az előlapot, itt van ez a izé rajta, itt korábban az volt fölé, hogy videózseni. Levették és rájöttek, hogy HT1080Z, mint a híradástechnika szövetkezet, Z80-nál működő személyi számítógépe. Ha igaz, hozzátettek egy hangcsippet, amivel még zenét is lehetett hozzá csinálni, és innentől kezdve elindult a személyi számítástechnika a középiskolákban. Ilyenből nagyon sokan kaptak, és ez volt az első hullám. Ez a HT1080Z, ez, amit itt nézünk éppen. Ehhez is Junos TV-t vagy Tünde TV-t lehetett hozzádugni, tehát olcsón meg lehetett oldani az egészet. Kazettás magnó is volt már benne ráadásul, tehát nem kell külön kazettás, mert egészen jól működött a dolog. Cégek is vettek ilyet, és képzeljék el azt az érdekességet, ami személyesen velem történt meg, hogy a régi kedves fiatal kollégákkal, akkor fiatal kollégákkal, mint a Tiszai Tamás meg a Tik József, mint fiatal kezdő kollégákkal, mi elvállaltuk, hogy cégnek tartunk számítógépes tanfolyamat. Úgyhogy az egyik ilyen megrendelésünk, nagyon jó pénze nekünk, az nagyon jól jött, hogy a Kalocsai Kaloplasz nevű cégnél, ami a különben ezeket a rekeszeket gyártja még most is, azt hiszem az ilyen göngyölegekhez, az ilyen sörös, meg mindenféle üvegekhez, azt a nagy masszív műanyag keretet, hogy akkor ők átállnak majd a számítógépes üzem irányításra, meg a számítógépes adatfeldolgozásra, és mi vállalkoztunk rá, hogy betanítjuk a népet. Úgyhogy fölültünk az autóra, és elmentünk Kalocsára, hogy majd mi tartjuk a tanfolyamot. És azzal a helyzettel találtuk szembe magunkat, hogy volt egy nagy terem, nagyjából ekkora, mint ez, ahol a terem közepén állt egy darab ilyen HT1080Z, meg egy Junos TV, és ott ült mindenki, a vezérigazgató, a főkönyvelő, a főmérnök, a mindenki, meg ott végig az összes mindenki ember, aki úgy mondta, hogy kötelező neki számítógépet tanulni. És akkor azt mondta az igazgató, na fiatal emberek, maguk ilyen helyen dolgoznak, na akkor tanítsanak meg bennünket, hogy hogy kell ezt használni. Hát, nagy vizek folytak rajtunk, Tik tanáron is, Tik József tanár is, meg rajtam is, hogy lehet azt megmondani itt a nagy vezetésnek, hogy kedves uraim, ezzel nincs elintézve a dolog. Tehát nagyon jó, hogy van ez a kaloplaszt, és remek prosperáló cég, gyártják a ládákat. De ezzel nem lehet vezérelni, ez nem arra való, hogy ezzel vezéreljük azt a gyártósort. Meg ez arra se jó, hogy ezen legyen a főkönyvelőnek az összes adata, mert máskor nem tudja elolvasni ezt a kazettás magnó kazettát, ami ezen van. Úgyhogy nagyon szép a technika, és fejlődik is, de ez nem az. Hát ezt kell vagy nekünk finoman előadni. Miközben ott be voltunk szervezve tanfolyam, és óradíjba fizettek minket. Úgyhogy hát nem volt egy kis feladat. Valahogy áthidaltuk. De azért az eredménye az lett, hogy meg kellett, hogy mondjuk nekik, hogy kedves uraim, ez nem az. Ezzel nem lehet megoldani ezt az egész mindenséget, amit önök szeretnének. Egy pár évet kell várni, és kell venni egy kicsit jobb gépet. Na, mindjárt végére jutunk.
Ahogy ez lezajlott, ez állt, azt mondták, kéne egy jobb gép, meg mellesleg hazai fejlesztésű. Videoton volt a nagy számítógépgyártó cég Magyarországon, úgyhogy ő is pályázott ezen a második tenderen, és kijöttek a Videoton TV Computer nevű számítógépük, ami ugyancsak Z80-as processzorral működött. Nagyjából ugyancsak olyan jellemzőkkel, mint a többi, csak teljesen hazai gyártmánya volt, mellett egy joystick volt benne, úgyhogy nagy élvezettel lehetett itt ezért játszogatni vele a játékprogramot. És ide meg föl lehetett rá tenni különböző cartridge-okba mindenféle vezérlő cuccokat, és még vezérlő számítógépek is jó lett volna. Mellesleg a tévét gyártotta hozzá a Videoton, hogy egybe volt minden, nagyon jó kis szerkezetet. Ebből lett a második vonulata a személy számítógépes menetnek, mert ez volt a második személy számítógép az iskolákban. Csak aztán jött a gondolat, hogy még olcsóbbat kéne csinálni, mert esetleg hazai gyártmány. Úgyhogy megint kiírtak egy harmadik tendert, amire sokan pályáztak, többek között a Staki, vagy annak a társulatában lévő kis cég. És ők azt mondták, hogy ők gyártanak egy sokkal olcsóbbat, aminek a billentyűzete nem olyan drága billentyűzet, amit ott van, hanem ilyen kapacitív, mondhatni olyan touchos, mint amilyen most a mobiltelefonok már. Fólia billentyűzet, de nincs alatt a mikrokapcsoló. Tehát ez kapacitív volt a működik, ugyanúgy, mint a mobiltelefonon, vagy az iPad-en manapság, vagy a tableten. Tehát ugyanúgy kapacitív, csak rá volt írva a billentyűzetre, mert akkor még nagyon drága, és talán nem is volt érintő képernyő. Akkor még a tévé volt, ami a megoldás volt. És ugyanúgy Z80 került bele, ugyanúgy program, a Basic, és mit hoz a sors? Ennek a Basicnek a kifejlesztésére a Tik József és a Tiszai Tamás bízták meg. Úgyhogy ők csinálták ennek a Basicjét, ennek a szerkezetnek. A Staki, meg egy Kózi nevű cég gyártatta hozzá, meg a Sári Sápi TS, mint érdekességképpen, mint magyar románc, ő gyártotta ezt a szerkezetet. Csak hát az a baj, hogy amikor ez elkészült, és ez lett a harmadik vonulata a személyszámítógépes vonulatnak, amikor ez elkészült, hát addigra már ezeket lehetett kapni olcsón, ezeket. Meg a Commodore-t is ellesleg, viszonylag olcsó lehetett kapni. Úgyhogy innentől kezdve, úgymond kicsit elkésett ez az egész, mert hogyha két évvel korábban készül, akkor azt mondja mindenki, hogy hurrá, ilyennel elárasztják az iskolai piacot, és nem csak nálunk, hanem a Szovjetunióban is. Csak mivel egy picit elkéstek vele, hogy elkésett a kor, ezért igazán nagy üzlet nem lett belőle. Azért néhány ezer darabot legyártottak, és nagyon sokan ezzel szórakoztak, és mindenki épített ilyet magam is. Tehát ez volt akkor az egy szórakozás, hogy akkor az ember épít magának primót. Megszerezte hozzá a nyákot, az alkatrészeket, minden csinál, és akkor épített magának primót. Ez volt hozzá a reklámja, sikeres reklám volt, és nagyon sokan szerettek volna ilyen primót maguknak, mert kicsi, viszonylag olcsó, univerzális használható. Csak hát azért több sebből vérzett, például ebből a tapintós képernyő billentyűzetből. Úgyhogy ezért aztán kellett csinálni a rendes billentyűzetet, és amikor persze sokkal drágább lett, de legalább megbízhatóan lehetett a dolgot tapogatni. És akkor itt van az IBM PC, ez volt az a PC, ami a billentést végrehozta a klónpiacon, a nyílt architektúrájával, és itt van a hozzátartozó Mac, ami nagyjából ugyanakkor készült el, pontosabban akkor vált nagyon elterjedté, és hát nem tudom, látták-e, majd a szünetben előkeresem azt a videót, és aki itt marad, nézze meg együtt velem újra. Az a Super Bowl-on bejelentett Apple videó, amit 84-be ehhez a szerkezethez, pontosan az Apple 2-höz ígértek, és hát abszolút korszakalakító volt ez a videó. Itt lehet látni a belsejét, és itt mint összehasonlítás mutatják, hogy ez volt a 8088-as processzor, ilyen volt a PC-be, az IBM PC-be, és ilyen processzor volt ebbe a Mac-be, és itt a méret az teljesítményt is jelezhet, nem csak azt mutatja. És hát gyönyörű kijelzővel, gyönyörű kultúrát, tessék? És egérrel, és minden csodával, úgyhogy ez tényleg korszakalkotó dolog volt, és ahogy a film mutatja, ez volt az, ami tényleg megbillentette a világot. Itt lehet látni ez a kis fiatal gyerek, amit én csúnyán mondtam, hogy taknyos gyerekek. Hát ugye elég fiatal a Steven Jobs. Itt ez a Steven Jobs. Nem a Steven Jobs, hanem a Bill Gates. Itt van, aki a Mitch Kapporról csinálja a leírást, ez a kis fiatal gyerek, itt ez a Mitch Kapor. Aki ennek az első időszakában, mint munkatársa szerepelt a magyar származású Kapor. Fickó. Na hát, nem csak az Apple csinált ilyen gyümölcsgépet, hanem angolok is gyártottak, azt meg úgy hívták, hogy sárga barack.
az érdekes vicskája a kornak, hogy idővel tényleg sárga barackká vált, mert az UV teljesen oxidálta ezt a különben fehér tokot, úgyhogy tiszta sárga lett az egész. Nem cipeltem ide megint, mert elég nehéz jószág, de ugyanakkor nagyon tanulságos, mert rendkívül sok innováció volt benne. Például képzeljék el, hogy optikai egér volt hozzá, úgyhogy nem kábelen kellett összekötni, hanem egy gumicsővel. Gumicsőnek a belső felén a fény vitte a jelet. És ezért elromlott a kábel, kicserélték egy műanyag cső, nem gumicső, egy PVC csővel kellett összedugni, mert egy optikai szenzor volt benne, egy fotódióda a túlsó felé, de világított egy fotód, és akkor a műanyag csőnek a belső felén úgy verődött körbe ez a jel, úgyhogy ilyen. És a billentyűzet is optikai illesztésű volt, tehát a hátsó felé volt egy LED, nem kellett kábel összekötni. Évtizedekig kábellel kötöttünk össze utána mindent, mire végül is megszűnt és megjelent a vezeték nélkül billentyűzet. Ennél az Apricotnál meg itt rögtön megjelent kezdetek kezdetétől. A PC klón piacon a magyarok is beszálltak, a Proper 16 nevű gépükkel, amire sokszor azt mondták, hogy improper, de azért proper volt ez, mint megfelelő, mert azt tudta pont, mint egy PC. Mellesleg minden hazai alkatrészből készült, a belseje is, meg a doboza is. Mondhatni, majdnem úgy, mint az a HP gép, mert majdnem öntött alumíniumból volt, egy tonna súlyú. Nem cipeltem ezt se ide, aki akarja, szívesen megmutatom. Elképesztő súlya van ennek az egésznek, 10-20 kiló. Belül pedig egy normál PC van, de a nyákot is ők csinálták, és mivel nem tudta kisebbet, jó nagy méretű. Egy jó nagy nyák van belőle. Itt van a Toshiba, mint az első laptopja ennek a szakmának. És nagyjából most vagyunk a végén az órának, legalábbis a szünet előtt. És befejezésként, részben a következő óra az átvezetésként szeretném megmutatni, hogy innentől kezdve, amikor már lehetett ilyen szerkezetet csinálni, mint ezt a laptopot, hát akkor azt gondolták, hogy akkor csinálnak ilyen PDA-kat és ilyen személyi asszisztenseket. Ami hát ugyanaz, mint az, csak sokkal kisebb. Mellesleg, hát ha már ilyen sem lehet kommunikálni, legyen benne valamilyen rádiós kommunikációs csatorna, úgyhogy elindult ez a világ. Ez az egyik fő gyártója volt ez a Psion, vagy Psion nevű cég, aki ilyeneket gyártott. Rendkívül gusztusos kis jószág, érdemes most is megnézni, évtizedekkel később is még egészen gusztusos. Hogyha ez most egy Corsair elektronika lenne benne, azt mondanám, hogy szeretnék egy ilyet. Mert rendes billentyűzet van rajta, szépen kinyílik, wifi-n lehetne kommunikálni vele, és jól lehet rajta a géppel, és stabilabban, mint a touchoson a kép. De hát aztán elsodródott, elment fölött a világ. Jövő héten a kommunikáció történetéről lesz szó, ami természetesen ide fog konvergálni, hogy rádiós, okostelefonos világ, aminek ez egy közbelső stádiuma volt. Ezek a okostelefon előző dolgok, ami ugyanaz, mint a PDA, csak éppen telefon. Mert így telefon, meg tégla, meg verekedő eszköz, de hogyha kinyitom, akkor meg egy ilyen PDA, mert rendes billentyűzet van benne, és nagyon szépséges. Hát ebbe kicsitől nagyig mindenféléket gyártottak ezekből a szerkezetekből, aminek az egyik csúcsa az ez volt, ez. Ez egy komplett PC, gyönyörűséges PC, amit így ki lehet nyitni, azt, hogyha kinyitom, így el lehet forgatni az éját, és így le lehet virgfordítani a tetejét, mert esetleg touchos a teteje, és minden van rajta, C-sharp, fordítótól kezdve minden, ami kell, USB az oldalán, kártyaolvasó, SD kártyaolvasó. És hát, mint érdekességképpen szeretném megmutatni, ez az utolsó, amit most itt mutatnék, hogy a dobozát is, ha igaz, behoztam, legalábbis szándékoztam behozni, itt van itt a doboza. Nem csak az Apple talált ki szenzációs dizájnokat. Ez a cég is. Ez olyan, hogy így elkezdem tolni a tetejét, akkor hozza a másik felét. Tehát ilyen. Tehát vettek akkora fáradtságot, hogy ezt a nyitásnál így, és akit ki lehet nyitni szépen ennek a belsejét, benne van minden hardware, itt volt benne maga a szerkezet, és hát mondanom sem kell, hogy aki egy ilyet szezett, ő volt a császár, mert hát ilyet, hogy az egész PC-t így a zsebébe beletegye, hát az egy nagy szám volt. Akkor, amikor a State of the Art nagyjából, kicsivel pár évvel később, ez volt. Aki igazán adott magára az IBM-nél, az ilyennel ment, ez egy PC, képzeljék el. Ez egy PC, és ezt szeretném utoljára megmutatni, szünet előtt. Ez úgy jutottam hozzá, hogy egyszer egy illető hirdette talán a Vaterán, hogy eladó egy számoló berendezés. És többen írtak nekem kollégák, hogy te Laci, meg kéne nézned, ott valami érdekes számoló berendezés, van valahol Fehérvár környékén,
hogy menjek már és nézzem meg. Mondtam, jó, elmegyek, és elmentem az illetőhöz, és kiderült, hogy az illető egy hangszerjavító, aki azzal foglalkozik, hogy különböző hangszereket javít, elektronik is, mert nem adni. És egyik helyen kihívták valahova külföldön, és azt mondták, hogy itt van egy ilyen hangszer, ezt meg kéne javítani. És akkor kinyitottak, azt mondta, hogy hát ez nem hangszer, hát vagy ő nem látott még ilyen hangszert, ez a valami, ez valószínű nem hangszer lehet, mert ez nem úgy néz ki. Ez egy ilyen. Ezt így ki lehet így húzni, és ez a tokja, ez a hordozója, és hát akkor mi a csuda ez? És akkor fogták szépen, kinyitották. És akkor nézzük meg, így nézett ki ez a gyönyörűség. Most az oldalát meg lehet valahogy nyomni, és akkor ezt kinyitom. Egy kis rutin kellenek a kezeléséhez. Igen. Aki így ki lehet nyitni, és hoppá! Itt van a tetején a gyönyörűséges kijelző. Itt van a két floppy az elején, úgyhogy floppyra tud bútolni. És hát, hogyha olyan, hogy nagyon olyan vagyok, akkor ezt fogom, ezt így lehúzom, és ide ráteszek egy rendes nagy kijelzőt, és akkor már van egy rendes nagy számítógépem. Természetesen DOS fut rajta, DOS 3.1-es. Kazett zéro lehet, floppyról lehet bútolni ezt az egészet. És ha már lud legyen kövér, természetesen itt hátul van hozzá egy kijelző, egy nyomtató is. Itt a nyomtató a túlsó felén, de hogyha valamiért lusta vagyok, és nem akarom ezt a nyomtatót vinni, akkor ezt így kinyitom, így, kihajlítom, és így leveszem róla a nyomtatót így külön. Tehát ebbe aztán rendkívül sok kreativitás volt, mi ezt így megcsinálták, és akkor innentől már csak ekkora az egész PC. Ez a PC. De összerakom az egészet, visszateszem a billentyűzetet, visszateszem a nyomtatót, akkor egy komplet iroda egybe. Na hát innen indult nagyjából ez a világ. Csak hát azért ugye látható, hogy ez nem egy gagyi ország, tehát ezt nagy pénzzel lehet megvenni. Ez például egy kormány intézménye volt Németországban. Programok még mindig németül vannak rajta, amit ez az illető megkapott. Ugyanis azt mondták, hogy ja, hát ha nem hangszer, akkor cseréljék el, és akkor elcserélték. Valamit adott érte a fuvulát, vagy nem tudom, hogy cserébe. És hát én meg tudtam venni tőle, mint egy erekje. És hát innentől kezdve most van nálunk egy ilyen szépséges IBM személyi számítógép. IBM PC hordozható ilyen. Na hát, kedves kollégák, innen indult a mostani történetünk, tehát ez a PC és hordozható világ. Ez nagyjából ilyen előfutárokon keresztül jutott el a mostani napig. Jövő héten még, ha megtértik, legyen eszesek, jöjjenek el és megnézni a kommunikáció összeolvadását az informatikával. És most pedig akkor tartsunk egy 10 perc szünetet. Szünet után, ha valaki úgy gondolja, egyrészt ezeket a tárgyakat közel ismerje meg, ha kérdése van valakinek, szívesen válaszolok, és ezután, vagy ezzel párhuzamosan pedig, akinek kérdése van a projekttel, szívesen beszélgetek róla, elhoztam, ami papíron van, akinek kérdése van, mondja el nekem. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor most 10 perc szünet, mert azt jelenti, hogy 8-kor folytatjuk.